open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hát szerintem már sokan vannak azok, akik látták Brad Pitt legújabb filmjét, ugye igazából rengeteget hallottunk mi is erről a filmről, leginkább azért, mert ugye Budapesten is járt a stáb, itt is forgattak, aztán ugye kiderült, hogy a jelenetek nagy részét kivágták a filmből, itt aztán hát ellepte őket minden hatóság, Bradnek állítólagosan ebből elegedett, és mondta, hogy köszönő ideje, nem jön még egyszer pótforgatni, inkább az egész jelentet kivágták. Ugye ez volt ez a hamis fegyveres történet, hogy igazi fegyver, éles lőfegyver, van engedély, nincs engedély, meghurcolták a forgatóstábot, elmentek, nem jöttek vissza többet. Ugye hát kérdés, hogy aztán igazából ez volt az oka, miért kivágtak a Magyarországon felvett jelenetek nagy többséget. Mi már láttuk ezt a filmet, szerintem látunk. Sokan látták, a végét nem fogjuk elmondani. Na. Ha akarod, jó, akkor igen. Viszont vendégeink szerepeltek ebben a filmben kiemel statisztaként. Fülöp Enikő és Mészáros Gergő. A vendégeink. Hello, jó reggelt, szevasztok. Na, az, hogy kiemel statiszta valaki, az mit jelent, tegyük ezt tisztába? Hogy miben különbözik az ember a statisztától, akkor ha ő kiemel statiszta? Hát igazából, amikor valaki kiemelt szerepet játszik, akkor jobban, nyilván ez azt jelenti, hogy a figyelem központjában van. Itt most ebben a filmben nekünk a mozgással kellett ezt a kiemelt szerepet teljesíteni. Nyilván itt zombik lévén. Felfigyeltek rátok a gyakorlás során, hogy jobban hozzátok a mozgásokat, mint amit ők, vagy jobban hánytok vért, vagy ilyesmi? Nem volt vérhányás, hanem... Szebben rohadt, vagy mi? Igazából arról volt szó, hogy még budapesti forgatást megelőzően volt egy casting, ami arról szólt, hogy az több mint 200 táncos jelentkezett rá, illetve színészek, és hát személy szerint azt hiszem egy óra volt körülbelül az a casting, amin én vettem részt. Itt, ez már a zombi casting? Tehát igen, te már igen. Tudtad, hogy te zombi akarsz hát arra lenni. Jelentkeztél. Arra jelentkeztél. Igen, aha. Igen. Mi van egy ilyen castingon? Fogsz egy táblát, odamész, lefotóznak balról jobbról, vagy ott már azt mondják, hogy légy zombi, vagy, vagy menj le hídba, és mutass valamit, hogy tudsz mozogni, vagy mi? Mert ugye hát itt táncosok vagytok, tehát nyilván számít a mozgás is. Nem ilyen ördögűzös volt, hogy csavartja fel, és menj le hídba. Igen, és harap meg. Igen, gyere, harap meg, harap meg. Volt ilyen is, de konkrétan ezen a castingon például az volt, hogy 10 percig bámulj egy pontot a falon, kerüljön állapotba, tehát megpróbáltak egy picit ebbe az állapotba minket belerakni, hogy higany a véred. Ilyenek igazából. Bámulod kellett egy pontot. Igen, igen. És ott ül mondjuk 6 amerikai az asztal másik oldalán, vagy egy ember egy kamerával vesz föl, és azt küldik ki mondjuk a stáb többi részének. Hát lényegében igen, tehát hogy volt nyilván egy magyarországi felelős, egy koordinátor, aki nekünk segített, és a Baranyi Katalin segített nekünk, illetve volt egy koreográfus, az Alex Reynolds, és neki az asszisztense a Charlie. Charlie. Tehát elkezdted nézni az egy pontot, és... Az csak egy állapot, és akkor eljutottunk odáig, hogy csak a kezed, aztán egyre jobban a testet felvérteztük ezzel a vírussal, majd eljutottunk addig, hogy már mindenki egy harabdába kúszott a földön. De ez még a castingon? Igen. Ez igen. Még a castingon. Igen, igen, igen. És akkor innen azt mondják, hogy te tehetséges vagy, jó zombi lesz belőled, négy nyilván kaszkadőrök tovább képeznek, te pedig nem vagy jó zombi, rosszul bámulod a falat, nem jól mozogsz, köszönjük. Tehát nagyjából ez a válogatás. Igen. Hova kellett utazni, vagy hol volt a forgatás? Veletek a magyar részeket vették föl, vagy külföldre is mentetek? Külföldön is voltatok, nem? Mi voltunk külföldön is, de ez a pótforgatás volt. Tehát először a kőbányai koncertgyárban forgattunk. Milyen festői helyszín, kérem szépen. Ami egyébként a hírek ellentétben szerepel a filmben, de nem árulom el a titkot, mert akkor elmondanám, hogy mi a vége. De valószínűleg a folytatásban előfordulhat, hogy szerepelni fog az a rész majd, amit itt felvettek. Mint a moszkvai csata, ugye? Így van. Várjál, és akkor el is árultuk a... De azt lehetett tudni, hogy orosz részeket forgattak, tehát azt lehetett tudni, hogy itt tulajdonképpen a magyarországi, mint mindig ugye minden hollywoodi produkció esetben ide jönnek, majd feliratozzák, hogy Moszkva, Berlin, hogy még egyszer nem írták ki, hogy Budapest, de Brad egyébként Brad még mindig azt hiszi, hogy a Hősök tere az a vörös tér valójában. Igen, igen.
Szóval, de akkor ez most jelenlegi állásban a Magyarországon felvett részek nincsenek benne az alapfilmben. Nem? Én legalábbis nem láttam. Vannak, de csak egy összevágott anyagformájában. Csak egy összevágott anyagformájában. Mint hogyha a következő rész trailerre. Mondjuk ezt egy konkrétan elmondtam, amikor beszéltünk róla, mert hogy úgyhogy nem árultok el vele semmit, tehát a végén van egy ilyen kis snitt, és abban igen. szerepelnek ugye képekről. És volt olyan, hogy mondjuk valaki átolt egy pár zöld borsó konzervet egy békába, én minden nap itt szoktam átmenni, ne szórakozzon már itt, nem senki, ki maga? Elképzelhet, hogy a konzertgyárban laktak előtte. De most nem laktak, az biztos. Hogy nézett ki a zombivá válás, vagy egyáltalán ennek a megtanulása? Ami számomra döbbenetes volt, ugye itt sokan azt gondolják, hogy megnéznek egy ilyen filmet, oda megy valaki, aki jól tud hörögni. De hogy ez hónapok, mire ti oda kerültetek a forgatásra, mire kiképeztek, hogy mit kell csinálnod, ha elesel, ha fejlővést kapsz, hogy kúszol, hogy mászol. Tehát, hogy egy hosszú tréning van, mire valaki mondjuk hitelesen tud zombi lenni a képernyőn. Ugye? Igen, hát ez így van. Igazából mindenkinek dolgoznia kellett egy ilyen sajátos karakteren is, illetve az Alexszal dolgoztuk ki, hogy éppen, hogyha mondjuk ilyen nyugvó állapotot veszünk fel, az milyen legyen egy zombinak, hogyha támadunk, milyen legyen, hogyha futunk, az emberi dolgokat kellett igazából elhagyni. Valamikor meg pont az volt, hogy legyen egy picit emberibb, de mégis valami furcsaság legyen benne. Szóval ez hát jó sok tréning volt, mire mindenkinek ilyen sajátos figurája alakult ki. Aha, és persze jó. Ebben segített például az Andy, aki azért volt felelős, hogy itt a vizuális, tehát a megjelenésben segített nekünk, hát illetve a rendező és a forgatókönyvíró is sokszor instrukciókat kaptunk, hogy na, ezt szeretnénk látni, ezt most annyira nem, tehát ők segítettek ebben. Igen, hát vannak a közhelyes zombi karakterek, de hogy ez a film ez kicsit elszakadt ettől, tehát szerintem egyébként ezért is jó, mert ez a fajta zombi ábrázolás, hát mondjuk te vagy a nagy zombi fogyasztója, de hogy ilyen típusú rángatózás, ilyen típusú mozgás, egyébként nem így mozogtak a legtöbb filmben. Tehát ez egyfajta egyedi, vagy ez nekem nagyon tetszett, kicsit máshogy mozogtak, meg mások voltak, mint a legtöbb igen, zombi filmben. A Zack Snyder-féle Holtak hajnal a remake óta a zombik begyorsultak. Tehát, hogy most már nem ez a George Romero féle ilyen kis vonszolós, nyőszörgős, történet van. De az is jó egyébként, de ez tényleg ez az old school vonal. Meg ezek a fertőzöttek, ezek már ugye gyors az átváltozás, és akkor ilyen hiperűsebességre kapcsolva üldöznek mindenkit. Szerintem egyébként, ahogy én megnéztem a filmet, nagyon sokan alábecsülik ezeket a dolgokat, mert hogy jó, és akkor mit kell ebben eljátszani, semmi az egész oda, amelyek eljátszó, vagy akkor nem. Láttam benne egy ilyen átváltozást például, egy ilyen néhány másodperc, 10-11 másodpercnél, te is biztos emlékszel, az utcai átváltozás egy autó mellett megharapnak egy srácot. Ez még az elején. Ott olyan mozgáskultúrával adta elő a fiú ezt az átváltozást. Ő volt az egyik koreográfus. Igen, Ryan. Hogy elképesztő volt. Külföldön tréningeztünk. Ugye csak mondjuk el, hogy miről szólott, ugye megharapnak valakit az utcán, és Brett hátranéz, miközben menekül, és azt próbálja megfigyelni, hogy a normál hétköznapi emberből mennyi idő alatt lesz zombi. Vérprofi a csávó, már miközben menti a családját, lenyúl a plüssmaciért, hátranéz és nézi, hogy mennyi ideje van elmenekülni majd, amíg a civilből zombi lesz. Emberünk leveti magát a földre, ugye elkezd a vírus dolgozni, mint egy jóféle C-vitamin a szervezetében, és hát tulajdonképpen pillanatok alatt zombi lesz. Brett figyeli, hogy mennyi az idő, az ember zseniális. Döbbenet. Kicsit rángatózik a keze, aztán csak a felső teste, aztán csak az egyik lába, tehát ez hihetetlen. Egyébként tényleg, most, hogy mondod, ez döbbenet. Ő volt a ti koreográfusotok? Ő is segített nekünk, igen, felkészülni, például a kinti forgatások alkalmával. Hát több vérprofi a srác egyébként. Mi az, hogy vérprofi, hogy 20 éve zombi? Vagy nem értem, hogy volt vér profi valaki a mozgáskultúra ebben. Maga a koreográfia. Igen. Aha, hát ő táncos koreográfus, és ő találta ki ezt a karaktert, tehát az oktató videókon is őt néztük gyakorlatilag. Voltak erről oktató videók? Hogyne, persze. Milyen profi azért ez az amerikai filmkészítés, nem? Hogy oktató videókat küldenek a kiemelt statisztáknak például, hogy mit kell megtenni. És akkor ott volt az egyes, nem tudom, jogapóz, kettes híd, rászanákba kell, le volt vezetve, hogy kell zombivá válni? Hát nem volt így kommentelve, de igazából kaptunk igen különböző, tehát pont erre, hogy milyen egy támadás, milyen egy átalakulás, azt is gyakoroltuk ugye sokszor, hogy és kirakosgatták be a kazettákat, hogy na ez itt Charlie Sheen az elvonom, de nekem kicsit lassú, hogy nézzük valami gyorsan. Bocsánat, ez Robert De Niro home videója, jaj, ez nem. Mennyi ideig tréningeztetek, míg elkezdődött a forgatás? Hát az itthoni az 2-3 hét volt, ha jól emlékszem. És én emlékszem, hogy egy hetet tréningeztünk forgatás előtt. Aha. Lehet. Kinti az 2 hét volt, ezt tuti. Igen, hát ott még előtte kirepültünk csak egy ilyen tréning hétre. Kinti az Amerikába? Nem, Angliában forgattunk.
Angliában építették föl a stúdiót, ugye? Tehát például a jeruzsálemi rész, most megint azoknak mondjuk, akik látták, ott ugye a falon másznak át a zombik. Az is egy felépített stúdióban történt, az is meg volt építve az a fal? Hát ott igazából egy nagyon rövid jelenetben szerepeltünk például a jeruzsálemiben, de igen, az egy stúdióban történt, aha, amikor neki kellett csapodni annak a falnak, és akkor egymás hegyén hátán másztunk fel, de ez is egy megkoreografált dolog volt, tehát ezzel foglalkoztunk két napig, hogy ez hogy nézzen ki. Nyilván a kaszkadőröket tapostuk meg, nem egymást, tehát hogy ott fel volt építve, hogy hogyan mászunk fel. Tehát mindig a kaszkadőr van alul, például egy ilyen tömegjelent, amikor 600 zombi kaszabolja egymást. A biztonság miatt. A biztonság miatt, és akkor a laikusabbak, vagy a kiemelt statiszták, vagy a zombik másznak a tetején. Tehát alul van a profi mindig. Nem árulok el nagy titkot, hogy 8-10 zombi volt abban a jelenetben, ahol a filmben 5000. Tehát ez meg lett sokszorosítva. Azon az egyen látszik, az kicsit sajnáltam, és komolyan berágnak, hogy énekelnek, hogy elkezdenek átmászni a falon, és akkor ott mindenki kicsit komputer animált mozgással. És legalul mindig szerencsétlen pirokkában. Igen. Na, és hát sikerült-e kapcsolatba kerülni velük, ugye nyilván mindenkit ez is érdekel, hogy ilyenkor mennyire lehet mondjuk Bretthez közel férkőzni, vagy sikerült-e nektek? Neked volt vele egy közös részed, nem? Még a budapesti forgatáson? Ez publikus? Abszolút. Nem olyan közös részre gondolom. Semmi ilyesmire nincsen szó. Igazából még a budapesti forgatáson már volt szerencsénk vele kommunikálni, az ott a közös jelenet kapcsán. Kell főleg. Süket vagy úgy? Integetett, meg nem integetett víz. Ja, csak messze áll. Nagyon közvetlen volt mindenki a díszletben is, sőt ugye találkoztunk egyébként Angelinával is, a gyerekeket behozta a díszletbe, akkor ott szépen megmutogatta nekik, hogy nézd, így néznek ki a zombik, fog meg nyugodtan a kezét, és akkor mi mint egy ilyen kis próbabákat álltunk, akkor ott megtapisztak bennünket. A magyar biztonságerők nem mentek, hogy elnézést, hol lesz a séta? Ez az angliai stúdióban volt. Igen, ez kint volt. Szóval ott azért egyébként talán itthon, mint hogyha ilyen szigorúbban vették volna ezt, azért nehezebben, még minket is volt, hogy alig akartak maszkba beengedni a konzervgyárba, tehát azért elég érdekes volt. Na jó, ne bockodjatok itt. Itt amerikaiak forgatnak, ti meg ide jöttök mindenféle zombinak öltözve, tessék, meg kasszos hajlik titeket mindjárt. Tehát kint az angolok például lazábbak azért ilyen téren? Hát ott is megvan nyilván ez a biztonsági előírás, de ott mindenki tudta, hogy mikor érkezik, hova jön, tehát azért ott nem tudom, volt. Azért volt más, mert ott azért stúdióban forgattunk. Igen. Tehát ott aki belépett az ajtón, az nyilvánvalóan forgatni jött. Tehát ott is túlestünk azon a procedúrán, hogy ami effektíve a beléptetés jelentette. Uh-huh. Na most egy-egy ilyen leállásban például, amikor ott vagytok itt Brett körül, akkor így oda lehet menni, hogy hello, szívunk egy cigit, nem? Hát, igen. Kérdezi az ember, ugye nyilván, vagy ők ilyenkor kivonulnak a szedből, ugye vége a forgatásnak, mondják, köszönjük, ennyi, abban a pillanatban visszamegy lakókocsi, mint Charlie Sheen 3 Playmate-tel, és megjelenik egy óra múlva totálisan beállva, hogy megcsinálja a jelenetet. Tehát, hogy, vagy ilyenkor ők ott maradnak bent, jönnek, mennek, ott kajálnak veletek. Most nem csak Brettre gondolok, nyilván hát ő kiemel, de mondjuk a többi színész, vagy a Brettnek a tehát akik mondjuk nem akkora sztárok. Hát a többiekkel ők szinte velünk voltak. Brad meg néha bennmaradt a díszletbe, néha nem igazából, de inkább a laboros jelenetnél volt az, hogy a gyerekeket például körbevezette. Tehát a saját gyerekeit fogta, nézd, megmutattam, hogy hol forog a tapu, és akkor így körbevezette. Nagyon-nagyon ilyen családcentrikusnak tűnt, ott megszólítottuk, beszélgettünk vele egy pár szót, tehát hogy abszolút közvetlen volt. Azt kaptunk tőle 6 üveg Dom Perignon tel. Komolyan? Igen. Csak 6-ot. Nem ízlett neki? Soha. De mi van? Igen, kapott és nem szereti, vagy mi történt? Azt jól érzem, hogy az ilyen belső jelentek, meg zárt jelentekre, ahol nem nagyon tudnak, meg nem is akarnak mondjuk cégét használni, ott sokkal több a gyakorlás, sokkal többet foglalkoznak veletek, sokkal jobban odafigyelnek a részletekre, mert ugye ez a laboros jelenet, ez gyakorlatilag egy belső szituáció volt, egy ilyen belső helyszín, és hát ott nem lehetett berakni semmiféle trükköt, ott ténylegesen kőkeményen el kellett játszani a zombit. Hogy ott arra nagyon sokat készültetek külön? Igen. Hát ott konkrétan meg is volt, hogy megnéztek minket, és akkor úgy állították be, hogy most akkor te itt állsz, neked akkor ezt kell, mert ezt te nagyon jól csinálod, és akkor ott úgy voltunk felállítva, meg, hogy ki mi az, amiben jobb. Mivel ott egész közelről láthatóak vagyunk, ezért megpróbálták minél előnyösebben beállítani ezt a dolgot. Felismerhetők vagytok egyébként? Annyira jó volt, hogy egymás után háromszor is fejbe lövik a filmet. Igen. Nézd csak, ott fut az Enikő, megint ott az Enikő. De neked is, hát
Headshot girl. Neked is volt jeleneted, Brad, de nem, egy kasszát nem vágott a mellette? Vagy nem? Nekem nem vágott kasszát a mellembe, sajnos. A laboratóriumban forgattam én is vele. Nagyjából annyi volt a dolga, mint a többieknek, tehát üldöztük egyik folyosóról a másikra, illetve néha megálltam egy fal előtt, és kerestem a célpontot. igaz az, hogy ott mindenki magyar volt, kivéve egy ilyen, azt a belső kis jelentet, amikor ugye a vakcinát keresik. A labornál? Kérdezed? Uh-huh. Hát a zombik, igen, illetve volt még két kaszkadőrünk, aki, illetve nem magyar kaszkadőr volt, hanem azt hiszem a Ruda Öcse kaszkadőr volt, és a Florian, ők azok, akik szintén vannak egy jelenetben, amikor ott elég csúnyán fejbe találja hátulról, és így lefejeli a falat. Van az, aha, például azt egy kaszkadőr csinálta. Egyébként rajtuk kívül csak magyarok voltunk zombik, illetve van egy laboratóriumi jelenet még, ahol a szará, a csajszi látható, amikor be van zárva egy üveg. Be van zárva az afroamerikai csaj, igen, a fekete csaj. Ő egy híres angol táncos énekes, igen. Ez zseniális egyébként, ahogy őt néha így mutatják, és ott úgy folyamatosan vicsorog. Tehát akkor a vége labor jelenetben rengeteg magyar zombi van, ez tulajdonképpen? Csak igen, ők csak magyarok. Gyerekek, a tehetséges zombik vagyunk. Na, ott vagyunk a zombi filmiparban legalább. Ez egy nagy dolog. Hány óra volt, míg beültetek a nulláról semmibé? Hát én 4-től 6 óráig mondjuk. 6 órán keresztül kellett minden nap bent ülni a székbe, hogy zombik legyetek? Így van, de ez mondjuk attól is függött, hogy ki milyen maszkot kapott. Tehát volt, akinek az egész fejét, sőt, még a testét is megcsinálták. Miközben mondjuk... Baló Györgynek egy óra alatt sikerült. Igen. Györgyi bácsi, köszönjük. Csak egy kis szemceruza is meg vagyunk. Gábor Zsazsának pedig csak annyit mondanak. Kész! És most kapcsoljuk a külső kollégát egy percben. És akkor titoktartás, itt például aláíratnak veletek, hogy x ideig, amíg a film nem kerül forgalomba, vagy azután még 15 évre nem nyilatkozhattok, mert ha megszegitek, akkor jön Brad és elpopsiszt titeket. Egy-két keresve minden megszeget. Most elárulok mindent, csak jöjjön már a Brad. Szóval van ilyen titoktartási szerződés. Hogyne, hát a premierig ugye semmiféleképpen sem juthat ki semmi. Illetve utána is azért még nagyjából monitorozva van, hogy milyen információk szivároghatnak ki. Aztán nyilván lesz majd egy pont, amikor azt mondják, hogy jól van, köszönjük, akkor innentől kezdve mindenki azt csinál, amit akar. Na és milyen pali a Brad egyébként? Szóval, hogy így női szemmel, mondhatod pasi szemmel is, nem tudom, hogy akkor miért a bugeszlom? Mennyire vizsgáltad? Megkérdezem, hogy szemmel is mutat rám, tudod. Hát, hogy... Ugye hát nyilván egy szép férfi, azért ezt így mindenki tudja róla, meg a filmben is jól néz ki, de tényleg jó pali? Tehát érezni azt a fajta kisugárzást? Jól néz ki, szép, de mondjuk nem az eseted, vagy te másod. Van kisugárzása, igen, meg nagyon-nagyon fitten tartja magát, tehát hogy meg azt gondolná az ember, ugye sokszor csalódik, amikor mondjuk forgat, hogy milyen alacsony, milyen magas, meg tehát nem azt gondolnád, és amúgy meg tényleg van ilyen... Milyen magas. Nem, tényleg, hogy nálam magasabb, én azért 178 cm, vagy 183-4 cm, tényleg rendben van ott izomzatügyileg. Hát most kicsi azért le volt eresztve, nem? Úgy érzed, Gergő? Ezért meg volt rogyva? Hát mikor így mellé álltam, akkor úgy kívülsz magam. Beizmosodtál kicsit, megizmosodtál mellette. Tehát, hogy jól néz ki. Igen, 50 körül van már, nem? Igen. A pali? Egész pontosan 50 vagy 51 éves. 49, azt hiszem. Igen. Na, halljátok, srácok, lassan ti is 50 felé mozogtok, csak mondom, hogy van remény. Egyre jobban nézünk. És ilyenkor benneteket felvesztek egy listára, ami alapján mondjuk a második rész, amit a Jani is kérdezett, vagy bármilyen más hollywoodi produkció, tehát be lehet kerülni úgymond valamennyire a körforgásba, nyilván nem főszerepre gondolok értelemszerűen, de hogy mondjuk ebben ügyesek voltatok, bekerültek egy nyilvántartásba, és akkor innentől kezdve még az embert hívják. Hogy volt egy lány, akinek annyira ment a fejlődés. Annyira jó volt benne, igaz, hogy szétlocsant a fej, zseniális volt. És úgy mentetek moziba a haverokkal, hogy néztetek, és ott vagyok! Igen. Hát akkor veletek voltam, egy pacák mindig ott üvöltözött. Én vagy! Mondjuk azt simán el tudom képzelni, hogy mama leülteti a gyerekeket. Na, üljetek le egy, de te, nehogy kiösd a popcorn, mindjárt jön apa. Igen. Volt ilyen, hogy hát úgy néztétek magatokat? Foglaltunk egy hátsó sort a premierre, beültünk, hogy 10 zombik, és halálra rögtük magunkat. Az milyen szóra, amikor azt látod, hogy egyébként utána behívod a haverokat, és pont téged kivágtak, nem? Menj már, hol vagy te benne? Tudj, mindjárt, ott is kát, és az is semmi nincs, és utána ugrás a tévét. Mondjuk biztos, hogy hátra sétáltam volna, ott, ha röhögnek mögöttünk, tudod? De hát, és ez mekkora, az ott én vagyok,
És akkor hátra engedjük egy gyerekek, picit halkabban már mi is ugyanúgy fizetünk egy gyerek. De én szerepeltem el. Jó, tényleg. Angelina milyen volt? Cuki volt? Aranyos volt? Kedves volt? Vagy ő azért egy kicsit távolságtartóbb róla? Lehet azt mondják azért, hogy ő így azért így egyrészt nagyon fogja Bredet, állítólag meg, hogy ő azért így nagyon. Ebből mi nem érzékeltünk semmit, nagyon közvetlen az egész család. Uh-huh. Úgyhogy... Gyerekek, cukik? Nagyon, nagyon édesek. Aranyosak. Hány gyereket hoztak el a 30-ból? Hát konkrét bölcsödék van. Mindez, hogy gyerek, de cukik egyébként, és akkor oda körbe. Azt hiszem, hogy hatal vannak egyébként. Szerintem ott voltak minden ilyen. És Angelina is cuki volt? Helyes nagyon, volt? Nagyon. Aha. És mit fizettek? Kinti forgatásra is körülbelül. Egyébként erről beszéljünk egy pár szót, hogy jól fizettek? Tehát, hogy mondjuk nem kell konkrét átlag, összeget? Persze, csak úgy általánosak, mondjuk egy átlag magyar fizetéshez képest, mondjuk egy minimálbérhez képest, ez jó lóvé volt? Hát zárjuk rövidre. Jó. A kiemel statiszták azért azok már, mert egy napi statiszta is egyébként egy hollywoodi produkcióban már magyar viszonylatban nem keres rosszul. Na most, aki kiemel statiszta, vagy ennyit dolgozik, az már azért jó pénz. Igen. Volt valami tombola a végén, amikor így bedobáltatok pénzt, és akkor valaki ezt megnyerhette? Hát ilyen szokás, hogy ott a forgatás utolsó napján, vagy utolsó előtti napján, azt hiszem 5 fontot dobáltak be, hogy de amúgy, hogy operatőrök mondjuk voltak... mindenki szinte sminkesek, mindenki, és mivel mi már előbb ugye sminkbe mentünk, és minket hazaküldtek az esti parti miatt, hogy le tudjunk zuhanyozni, hogy ne hiányozzunk, és akkor a Brad állítólag a nevünkben, mi voltunk a budazi, és a mi nevünkbe bedobta ezt az 5 fontot, és egyébként mi hoztuk el, tehát minket húztak ki, úgyhogy a taxira jól jött igazából, nem? Jó, hogy mindenki bedobott pénzt, és aki megnyerte, az megkapta az egész táb által összedobott pénzt. Igen, és ezt nyertétek meg? Igen. Aha, de királyság. Mi nem raktunk be nyilván egy fontot. Megint a magyar vircsaft, nem tettünk be semmit, elhoztuk a nyereményt. Mindenhol ott vagyunk. Tusolni voltunk, azért nem adtunk be, egyébként beadtunk volna. Lehet, bedobja, mindenképpen jól járunk, akár bukik, akár is hozzunk. Nagyon jó. Nem, ez rendes volt egyébként itt tőle, tehát mi nem tudtuk, hogy van ilyen. Abszolút. Persze, mi csak odamentünk, körbe tárcoltuk a húsos fazeket, aztán... és elhoztátok a pénzt, és elbulisztátok. De ez a Brad milyen szimpatikus kerek, nem? Fizette azt, hogy magyarok zuhanyoznak, bedobom helyettük az 5 fontot. De ezért ez egy nagyon szimpatikus. Na jól van. Hát más szemmel fogjuk nézni akkor ezt a filmet. Én miattatok megnézem még egyszer. Én már kétszer láttam. Nem terveztem. Kétszer láttam már, úgyhogy... Hát csak repülőgépen kell nagyon figyelni az enyémet is. Jó. Azért nézted kétszer. A repülőn is ott? Igen, azt ott is. Elszabadul a pokol, annyit elárulhatunk, hogy a repülőtéren csúnya, kevésbé kompromisszumkész zombik vannak, akik ott se nagyon akarnak. Tehát, ott vagytok mind a ketten? Igen. Hátsó részben, amikor átnéz Brad a függöny mögé? Így van. Az elég rövid ideig. Egymás mellett támadunk be a koffereken keresztül. Én ugok át a Gergőn. És jöttök már át a békés részre? Így van. Aha. Az jó, az egy nagyon jó sikerült az arcunkba, és akkor ugye eltűnünk a színről. És ki is mentek a levegőbe? Te kirepültek? Így van. Csodálatos határos módon Brad túlélni, valamint a hölgy. Hogy nem, persze, de hát ez innentől kezdve már nagyon szép. Na jól van, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Drukkolunk akkor, hogy legyen folytatás, és hívjon. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Tegnap másfél órát kerestük a lakásba, és nincs meg a slusszkulcsom. De hogy így sehol. De itt tartok jelen pillanatban, és nem tudom, mit csinálják. Hogy csinálnak slusszkulcsot? Hát úgy se, hogy nincs meg, mert ha egy van, akkor ne, a... Ne. Mondd, lemásolják, ne. Hogy vigyen be. Ha egy van, mesélj egy nekik, van. És az alapján elmondás, hogy hát azt hiszem, hogy itt volt egy ilyen kis... Igen, itt Dudor volt itt, meg... Középen végig egy vájat. Nem mondd ezt, Léci, nem mondd ezt. Lesz egy autókulcs nélkül, és ott válni életem, plusz az indító is. Mindent újra ki kell cserélni. Most, ha most nincs miért mondod ezt, Feri, mert így van? Mert így van, azért nem akarom, nem akarom. Miért nem csinálnál a kulcsot? De hát miből, hogy csinálsz? Egy forgalmi alapján ő lekéri a gyárból. Ja, ha lekéri, akkor csak neked szerintem a forgalmit sincs meg. Ugye? Hoppá. Ismerlek. Melegedik a pite. Hoppácska. Az a baj, melegedik a pite. Hát akkor nem marad más hátul, valahol le kell bontanod a burkolatot, két jó. Drótot ki kell húznod, amik a gyújtásért felelősek, és reggelként mindig... Olyan nyomott éjszakában, hogy ezzel álmodtam konkrétan, meg fölkettem hajnalban, még egy kicsit megint kerestem, amikor így, tehát úgy szívódik föl, hogy a kabátodat, a nadrágodat átnézed, de 6-szor. A kocsiba visszamész, megnézed 8-szor. Aztán megvártam, még besötétedik, mert akkor hát elemlámpával jobban észreveszem, végigvilágítottam mindent elemlámpával, az ágyak alatt, a
az asztal alatt, a kocsiban, a nadrágomat, a szennyes tartót, mindent átnéztünk, és nincs meg a sluszkulcsom. Hol volt meg utoljára? Még a hazajöttem. Igen. Megérkeztél? Igen, kiszállt a kocsiból. Mit csináltál, nyomozzunk. Mit csináltál a kulccsal? Nem tudom. Kiszálltam a kocsiból. Igen. A gyerekkel, mert én hoztam el az óvodából, fölmentünk a lépcsőn, levettem bal a kezemben a gyerek, jobban a kulcs. Megkaptam a babysittől a kicsit, a kezembe nyomta, elviharzott. Panaszkodott, hogy kevés a pénz. Mondtam neki, hogy majd jövőre. Mondtam, oké, okay, válság van. Igen, trezsicsökkentés, ne haragudj, sajnos most ennyi van. Elviharzott. Már rá is írtam, hogy nem vitte el véletlenül a sluszkulcsomat. Nem vitte el. Nincs meg. Beninél nincs? Nincs. Biztos? Megnézted az ágyacskáját? Mindent. A szekrényecskét, az ágyacskáját, a könyvecskét, a lámpácskáját. A cipőcskét, a tálacskáját. Mindent. Szájacskáját. Tehát valószínűleg úgy tűnt el, ami a nagy eltűnések rejtélye kategóriába tartozik, amikor egyszerűen át egy másik valóság síkra költözik át, és nem, soha nem lesz meg sehol. Ülés alá nem esett be. Mindent. Figyelj, Feri, mindent átnéztem. De úgy néztem át, hogy, hogy azt nem hiszed, hogy átnéztem. Kérdezzük, mennyire átnéztem? Nagy, hogy néztem? Nagyon. Azt! Na, most már. Érzed már, most már érzed? Most te mondod, mert a tudom, hogy kicsit lendriánul szoktál átnézni. Nekem most, hogy így bedobta. Viki rendmániás, ezt te mondtad. Ő mindig mindent rendbe tesz, elpakol, szép legyen. Nem lehet, hogy van egy olyan doboza, amiben a nem tudom hova... Ahogy napszemegek, sluszkulcsok. Igen, nem tudom hova tegyem, de beteszem ide. Két műláb, egy műkéz. Hát azt mondtam, hogy aztán le valami. Egy-két hajháló. Három kéget hajvasaló, és nem tudom, mi van benne. Nem, én tegnap számon kértem rajta, tehát a végén már rajta csattant a dolog. Hát mindig rajta, mindig ez így szokott elég család életében. Hát a végén már ő volt az áldozat. Ő volt az áldozat, hogy biztos ő megint a rendmániája, és hogy eltette, és ilyen nincs, és taxival kell bejönnöm. De ez már csak a tehetetlen dűknek a következménye. Annyira furda a lelk is, hogy felajánlott, hogy az ő kocsijába jöjjek. Hát, úgyhogy... tündér. Na, tündér, tündér volt, igen, hát most nincs autója. A Benni nem ajánlotta fel, hogy gyere be futóbicikliével? Olyan cuki volt, a Benni együtt kereste velem. Aztán elment labdázni, mert megunta. Jó, van esze. Igen. Már a Noelre is gyanakodtam. Hm. Tehát már odáig ment a dolog, hogy mondtam neki, hogy nézz a szemembe, te voltál? Mm-hmm. Tehát, hogy megvádolta. Mutasd a perusodat! Tehát a gyerek én nézett rám 11 hónaposan, és kérdőre vontam, hogy te tetted el? Felnyúltál az asztalra? Elvarázsoltad? Játszottál vele? Nem baj, de add vissza. Megbocsátok, becsukom a szemem, számolok 10-ig, tedd vissza gyorsan a helyére. De nem tette vissza a helyére. Elfordultam, számoltam 10-ig, visszafordultam, de nem húzt elő a zsebéből. Elvettem tőlem a szabad időmet, az alvást, a feleségemet, és most a kocsi kulcsomat is. Mit akarsz még? Mit adjak még? Mit adjak még oda magamból, Istenem? És most, Klasszefem hallgatók! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klasszefemen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Tegnap ugye a Vadas Parkban sétáltam kicsin családommal, nem jutottunk be a Vadas Parkba, mert egy elég nagy sisere had volt ott, idegesítő, kiabáló, 8-10 éves gyerekek, és nekem sok, megmondom őszintén, ilyen DAF buszokkal szállították őket, én nem tudom milyen nap volt a Vidán Parkban, de hát konkrétan 30 DAF busz állt a parkolóban, úgyhogy nem jutottunk be, viszont tettünk egy sétát, és felfedeztünk remek szalonasütő helyeket. És azon gondolkoztam, hogy a szalonna vajon tudja, hogy nem. Szembe jött velem valaki, és elgondolkodtatásra sarkalt az ő jelenléte. Egy körülbelül egy ilyen 100 kilós pacák volt, és ugye most már egyre többen hordják ezeket a haspólókat, inkább csajok, sokszor hát nem annyira előnyös testhez, de van, aki nagyon jól áll, meg pasik is, úgy, hogy nincsenek kigyúrva, vannak ezek az atléták, tudjátok? Tudjátok. Vidék. És láttam valami olyat, amit én eddig nem ismertem. Magával a tetoválással kapcsolatban én azt gondolom, hogy elég felkészült vagyok, és tudom a trendeket. És erről a Wiki világosított fel utána, hogy ez most egy újabb trend, és ezt szeretném veletek megosztani, és megoldást találni. Újabb rá, információk hogy... a Wikileaks-től. Igen. A Wikileaks segített nekem ebben, akivel ugye együtt sétáltunk, hogy állítólag ami most baromi nagy divat a tetoválásban, az a mandala. Ugye mindenki tudja, vagy sokan tudhatják, hogy mi a mandala, milyen vallásban használják. Ezt most emberek feltetedik magukra tetoválás formájában. Emberünknek a vállán volt egy ilyen mandala-szerű képződmény, nem volt szép,
De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez most a 2011-es állítólagos tetoválási divat, a mandala. De hát miért nem kérdezed meg őt magát, Csabit, akivel összefutottál te? És néztem egy ideig, hát ez nem tartott hosszú ideig, mert hogy elmentünk egymás mellett, és én beszélgettem a Vikivel, hogy hogy tud magára valaki ilyet feltetováltatni, nincs vele baj, én sok embert tolerálok, csak úgy elgondolkoztam rajta. És a Viki elmondta, hogy ez most egy baromi nagy divat, hogy az emberek már nem sárkányjeleket, meg nem kumpaus csirke, meg magyaros csirke jellegű kínai feliratokat teteknek magukra, hanem a mandala divat. Na most én elég sok mandalát láttam, abba bele sem megyek, hogy egyébként a mandalánál a színek is nagyon fontosak, hogy melyik piros, melyik kék, melyik narancsárga, melyik zöld, nagyon fontos színek vannak. Na, ezt itt teljesen összekeverték. De ezek tehát, egyébként ilyen elmaszatolt ábrák? Mert úgy ugye a mandalát a végén megsemmisítik. Hát, hogy nem, ez még a megsemmisítés előtti pillanatban volt, amikor is a mandala mutatni akart valami. Nem volt még szétdörzsölve. És aztán beszélgettem hosszasan a Vikivel, aki elég jó a tetoválásokban, bár egy darab sincs a testén ebből, hogy milyen tetoválási divatok voltak már régen. De tulajdonképpen ez ugye azt vonja maga után, hogy ez hogy van, hogy te felrakadsz magadra egy tetoválást, ami egy évig divat, nagyon sok embernek van, és utána te vállalod, hogy te a 2009-es sztájban nyomod, vagy a 2006-osba, ami már kimegy a divatból, és felrakadsz magadra egy újat, de azt nem is nagyon tudod átformálni. Ezt a mandalát, ez baromi nehéz átvaratni. Nem lehet ebből nagy sárkány szemet csinálni? Ebből semmit nem csinálsz. Semmi. Igen. Emlékeztek a különböző tetoválási divatokra? Ugye régen, amikor bejött a tetoválás, akkor az üs felirat az egy nagyon nagy divat volt. Hát én ha nem is üsről van szó, de én azért úgy nőttem föl, hogy ott mellettem volt egy-két egyszerűbb tetoválás, egy ugye édesapám révén, hogy ilyen szépen fogalmazzak, tehát hogy azért nekem becsúszott egy jó szerencsét. Ugye, jó szerencsét. Igen, neki is sikerült a katona idejét egy bányában tölteni, mert nagyon jól viselkedett többször is, és miért mondták neki, hogy akkor inkább szenetbányászál, mint rohangáljál itt a izéddel. És volt sárkány lopát keresztben? Ja, sárkány lopát. Még mindig jó, mint a szeretlek veca felirat egyébként. Gyere vissza, Évi. Tehát ilyenek is vannak, de az már nagyon régi. Na most az van, hogy volt. csak nem Beca, hanem Ica. Nagyon jó. Ez is egy divat volt. És édesanyám is fel volt varva. Édesanyámnak a feje fel volt varva édesapám karjára, és hát valószínűleg a tetováló művész csak így elég idézőjelesen volt művész. De messziről látta csak anyukát. Hosszú évek kellettek, mire rájöttem, hogy az anyukám. Mire rájött, hogy az igen, hogy az apukámnak a karján. De ez volt az egyik divat, akkor apukád ilyen, hát tulajdonképpen az előszele volt a tetoválási divatnak, ő már elég hamar ezt felvaradta. Így van. Aztán így van. Volt egy baromi nagy divat, emlékeztek arra a nőknél a lapocka és a fenék vonal fölött? Ugye az is egykoron nagyon nagy divat volt, én nem tudom most azok a nők mit csinálnak, lapocka sárkány, igen. Valamint ugye a deréktájon. Lapocka sárkány. Lapockára a sárkány, vagy a deréktájon kicsivel a fenék fölött sokan azt gondolták, hogy szexi, vagy lehet, hogy még mindig azt hiszik, vagy valójában szexi, nem tudom, szerintem annyira hát, egyébként nem. Amikor is, hogy mennyi tintából készült, ugye? Igen, mennyi tinta volt a felhasználás. A szexi sok, nem. Aztán voltak azok a azt hiszem Boris Vallejo képek, tudod, az a tündér, a sárkány. Nagyon színes. Ilyen nagyon színes, ilyen mindenféle, ilyen, hol hát, figurás, hol non figurás. Csaj, akkor mindig csak hason volt a barátnőd. inkább a tetkót nézted. Inkább a tetkót nézted. Aztán jött ugye a következő divat, amikor is a kínai étlapokból átvett ilyen ómjelek, meg mandulás csirke, mert azt hittett, hogy valami nagyon nyomokban nagy... Nyomokban mogyorot tartalmaz kínai írásjelekkel. Nagyon nagy életbölcsességet tettél magadra, közben egy kínai megmondta, hogy egyébként az a pisztáciás bambusz volt, vagy valami nagyon nagy marhaság. Aztán voltak az idézetek, arra emlékeztek, hogy az is nagyon nagy divat volt, hogy valaki, mit tudom én, valamilyen idézetet varratott magára, és akkor mindig elolvasta, és azt gondolta, hogy az idézet az neki erőt ad. Tehát megvoltak a különböző tulajdonképpen stádiumok a tetoválás divatban. De hogy te felrakadsz mondjuk egy mandalát, ami most a 2011-es divat, és akkor pár év múlva leolvasható, hogy te 2011-ben jöttél arra rá, hogy a tetoválás egy jó dolog? Pontosan. Igen. Tehát, hogy kor meghatározás. Ez olyan, mint a szénizotópos, tudod, tehát a régi leleteknél vesznek ilyen szénmintát, és abból ugye meghatározzák, hogy hány tízezer éves. Na, itt ugyanez a helyzet. Mutasd a lapockát, megmondom ki vagy. De azt mondják a tetoválás, hogy ez egy ilyen baromi nagy feeling, egy nagyon nagy életérzés, tehát aki ugye... Hát érzéstelenítés nélkül, igen. Igen, tehát aki divatból csinálja, az nem jó, az nem igazi tetováló. Tehát ahhoz kell egyfajta szellemiség, kell egyfajta életvitel, kell egyfajta életérzés. Itt térnék vissza János édesapjához.
alapjára és az ő tetoválásaira, hogy azok, azoknak jelentése bizony, van. Bizony. Tehát, hogy az nem divatból történt, fölvaratta annak a nőnek az arcát, akit ő szeretett. Így érted? Van. Akivel egy életet leért. Életének egyik fontos állomása volt a katonaság, ahol vájár volt, és azt ő fölvaratta. Tehát az igazi tetkós az így működik. Így van, pontosan. Ezt mindig és azt 20 év múlva is vállalja. Még mielőtt valaki azzal megvádolna, hogy élcelődöm az apámon, erről szó nincsen. Én ezeket a tetoválásokat nagyon nagyra tudom becsülni, pontosan azért, mert az életednek nagyon-nagyon fontos momentumait örökítik meg. Nekem a kedvencem van egy szenzációs könyv, ami az orosz börtön tetkókról szól például. Ott gyakorlatilag arról van szó, hogy ránéznek egy emberre, aki bemegy a cellába, leveszi magáról a pólót, ránéznek, és a tetoválások alapján gyakorlatilag mindent megtudnak róla, anélkül, hogy ez az ember megszólalna. Tehát, hogy egy jó tetkó, az szerintem beszédes, annak van tartalma, annak van mondani valója. Mi van, ha az idejét múlja? Te most a börtön tetkó nyilván nem. De mi van, ha mondjuk már kimennek a divatból a mandala képek, és még nem tudják... Na, ez diszkó tetkó, tehát pont erről beszélünk, hogy ez a divat tetoválás. Tehát, hogy most mandala. Az egy másik kérdés, hogy bevésetted, hogy Mari, aztán elváltatok, és igen. Erzsé. Vagy, igen. Vagy ha mondjuk informatikus voltál, és felvarratad az első C64-eset képét. Aztán picit elment melletted a világ. Tehát akkor ketté kell leszedni, akkor aki divatból tetováltat, az nem gondolkozik azon, hogy jövőre nem tudom majd a halálfej lesz a divat, akkor a mandalából hogy lesz halálfej. Most a mandala a pillanatnak éljünk. Föl a mandala. Ő valószínűleg azt se tudja, mi az a mandala. Uh-huh. Azt se tudja, hogy melyik valláshoz kapcsolódik. Ő bement egy tetkó szalomba, mert most mindjárt jön a nyár, és milyen jól néz majd ki a hátam közepén valami. Tetkó ember elétette a nagy könyvet, és azt mondta, hogy figyelj, ez most menő. Szexinek találjátok egyébként a csajokon? Tehát mondjuk, kicsomagol az ember egy nőt, ugye? Hát most értem. Már ugye mindannyian kapcsolatban vagyunk, már nem nagyon csomagolunk ki nőt, de mondjuk régebben kicsomagolt. Most jön a csúszkamasszázs. És kiderül, hogy csúszkamasszázsom volt. És tetkót látsz egy csajon, az jó. Nekem például egyáltalán nem tetszik, hogy a nőnek a feneke fölött van egy ilyen denevérszárny, vagy egy ilyen angyalszárny, és akkor lehajol, és azt kivillan egy angyalszárny, ugye közvetlen a feneke fölött. Se vonzónak, se szexinek nem találunk például. Mi a bajod vele? Nem tudom, nem néz ki jól, hogy a feneke fölött a kicsúszik a pólóból egy baromi nagy ilyen szárny, ami ott van a hátán, vagy a derekán, vagy a feneke fölött. Hát pont arra, hogy gyönyörű ívre hívja fel a figyelmedet, amely a fenék fölött a csípő felé. Hát ha az angyal szárny, tehát hogy tudom, egy hattyúnak a szárny, és nem egy gyöngytyúké, akkor... Tehát, és akkor a szárny és a feneket azt együtt kell nézni? Tehát nézed a szárnyat, és hozzáképzeld, hogy a fenék az a szárnynak a folytatása? Hát inkább nem, mert akkor kicsit olyan érzésed van, mintha Texasban nőttél volna fel egy rancson. Egyáltalán nem néz ki. Mi az, ami tetszik például a csajom? Én ha otthon kicsomagolok egy nőt, és én csak egy nőt szoktam most kicsomagolni, akkor én ilyet találok, én tetkósat találok. Tetkósat? Persze. De violinkulcs a bokán. Dehogy is, nem. Vagy mint angyal szárnyat, vagy a lapocka mellett egy kumpaut csirke, vagy tehát mit talál? Igen, múltkor elrontottam, és fölvaradtuk a vállára, és akkor csak odaszoltam, béka, gyere már ide, hogy mit kell még tenni a gyömbét? Mi van rajta, nem tudom. Feri. Feri, szeretlek Feró. Nem, Ferinek az arca van fölvar. Nem az van fölvar. Vagy egy non-figuratív? Nem, csillag. Neki ő ilyen csillag. Ő ilyen csillagos, de ez több helyen is visszajön. Több csillag van rajta? Igen. És akkor, amikor összetettek, mondta, hogy találd meg a csillagokat, és akkor elindult, te egy csillagvadász. Az összeset feltérkés. Csillagvadász. Így foglak így, mint csillagvadász. De annak, tehát, hogy emögött is van egy tartalom a csillag mögött. A csillag meg ő között. Tehát így van kapcsolat. Vagy ott van például a Tóth Tibi a Hooligansből, aki ugye, most ne rögj. Nem, csak a csillagokról eszembe jutott te jut, érted? Az a mellé. A két gyerek így szer. Hogy ő például a szüleit varatta föl a mellkasára. Az helyes. És ráadásul szép, tehát hogy a szép, ők fölismerhetőek, nem úgy, mint anyukád, apukád. Igen, de nem tudnám elképzelni. Azóta elég sokat fejlődött anyukámat a mellkasomon. Tehát fölvar az anyukája arcképét. Anyuka meg apuka van így egy. Gondolod, de fürdesz, és akkor leszappanozod az anyukádat. Feled van, mert hogy azt hiszem, hogy elvesztettél. Ez nekem nagyon bizarr. Vagy én felvarratnám a mellemre a te anyukádnak a képét, mert tisztellek. És tudom, hogy mennyire szereted anyukádat. Tehát az a nő, aki megszült engem, te tiszteleted jelül, felvarratnád a muteromat a melledre. Mert tudom, hogy ez jó lesne neked. És reggelenként itt ülnék egy ilyen elézébe. És minden nap szemeznék az anyámmal. Igen. A melleden. Ú, de bizarr lenne. Te gondolkoztatok azon egyébként? Feri, Jani, Júli. Sziasztok. Jó reggel. Csokkolom, Júli. De... Hogy felrakatni valamit? Én igen. Te fel akarsz rakatni valamit? Igen, én a két gyerek. Már mi meg is terveztük a békával, hogy a két gyereknek. Vagy a két gyerekből kifolyólag lesz egy felirat, meg egy ilyesmi. Tehát mondjuk összeteszitek a kezdőbetűket, vagy a neveket, és akkor abból valamit? Igen. Uh-huh.
Vagy az arcképeket. Nem, arcképet nem, mert ez kiskorban nem lehet. Hát most fölvaratod, és egy év múlva már nem hasonlít. Egyébként ez modern, mert régen ugye gyertek, akkor vegyük elő a régi családi fotókat, és akkor így néztél ki fiatal, most pedig gyere a családi fotózás, hogy elkezdesz vetkőzni. Na, így néztél ki. Ez voltál te, de ez jó szerintem egyébként. A tetkó, ha nem diszkóból csinálod, tehát nem azért csinálod, mert most divatmandalát fölvaratni, hanem jelentése van, üzenet, akkor azt jó magadon visel. De csak most gondolkozom, hogy mit lehetett, Soma és Panna, ugye? Tehát nehogy az SP-t rakassál magad. Azért az félreérthető lenne. Levetkőzöm, majd elmegyünk együtt zuhanyozni, és egy baromi nagy SP feliraton átadom. Feri, mi? Megőrültél? Mi van veled, SP? Nem, ez a gyerekeim. Persze a gyerekeim. Vagy vagy SP rajok. Nem, PS. A PS az úgy jó a sor. Jani, neked? Hát, neked nincsen semmi. Mit rakadnék föl? Tetőcsomag tartott a Skodánkra, nem? Én, figyelj. Ne ezt, hogy Metallica kérlek, tehát nem ilyet, ugye? És egy Metal villát, tehát nem. Megadeth Forever, tehát nem ilyeneket. Nyitott könyv vagyok előtt. Nem, sosem fogsz felrakadni semmire. De ugyanakkor meg szimpatizálok vele, mert hogy tényleg a rockhoz ez hozzá tartozik, és marha jó így nézegetni valakit, meg így böngészgetni, jó, meg kitalálni, hogy meg vagyunk akkor tulajdonképpen, tehát a Jani még nem, én nem, tehát itt egy ember van, aki fel akar magára tetetni valamit, az Feri. Ugye? Hát Van egy terv. Van egy terv. Még nem, hogy most így elindulok. Van nekem is egy tervem egyébként. Jézusom. Miért nem tudok kúszba ülni? Miért nem mondtad azt, hogy nem akarsz? Jézusom. Hát csapatjátékos vagy, felrakod a Morning Show logóját. Az egész hátadat, de szép lenne. Nem. Nem akarsz felrakadni engem magadra egy pötty formájában? Mi van? Tehát a gyerekeimet azt még nem, de téged már igen. Azt, hogy varjunk rád föl egy pöttyöt. De minek? Egy olyan pöttyöt, amiről mindig én fogok eszedbe jutni, és felvarrod mondjuk a bal alkarodra, vagy ide a bicepsedre, és lesz egy pici pötty, és mindig ránézel, és én fogok róla eszedbe jutni. És én ott leszek a te testeden, és megkérdezem, hogy mit csináltunk két. Nem akarok, hogy a testemen légy. Mit csináltunk hétvégén? Rakjál föl két pöttyöt, a bal karodra a Janit, a jobb karodra a... Fú, Feri, most én is ugyanazt érzem, hogy te. Ez már annyira beteg. Nem. Próbáljuk ki, hogy milyen első tetoválásod lenne, nem? Első. Ha azt mondtad, hogy jó, akkor én is felrakadnak téged, mondjuk egy, nem tudom, egy pici pötty formájában mondjuk a sarkomra, érted? És mind a hárman ott leszünk egymásnak pötty formájában. Én nem akarom felrakni, hogy Feri meg Jani, tehát ezt nem akarom felrakni. Én a balin gondolkodtam. Elmegyek zuhanyozni, megmosom Jani. Beszapanozod, Jani. Beszapanozom, Jani, gyere Jani. Megmoslak. Gyere, Jani, jaj, de koszos vagy. Nézzük, Ferike, hogy vagy. Jaj, Ferike, egy picit el vagy itt anyátlanodva, akkor a jobb bicepszemen, gyere, megmoslak, Ferike. Tehát lennének közös, bennünket összekötő, neveket szimbolizáló barátság pöttyök. Mi a helyszín, Feri? Ha te kezded, már pedig úgy érzem, te vagy az első. Hova kerülök én? Balkar, ide egymás mellé fogtok kerülni. Egymás mellett leszünk, egymás Jani? Egymás mellett lesztek néhány centire, hogy bármikor, amikor úgy érzem, akkor csak fölemelem a karomat, és kapok egyet. Nagyon fontos, nagyon jó, amit mondasz, hogy elérhető helyen legyen, így van. Én is olyan helyre tetetlek benneteket, mert nagyon hajlékony vagyok. Nekem még kicsit lazítani kell, hogy a jobb fáradt meg tudjam puszilni, de meg lesz. Nagyon helyes. Tehát. Az asztalon ki van készítve mindenféle nagyon érdekes kis eszköz. Ezek nyilvánvalóan kellenek ahhoz, hogy ezt a kis műveletet létrehozhassuk, ezért kell itt a szike, a kénsav és a... Jézusom! Gyerekek, ebben a pillanatban Imre elővet egy akkora tűt, amivel konkrétan a 20 szokták így összefogni, ugye Feri? Hát ez egy saslik tűt. Jézus atya Isten, ez körülbelül egy 10-12 cm-es. Sikerült ugye már Imrének kezébe venni, de hát ugye nem ez az első, legalábbis reméljük, hogy úgy hallottuk. De tényleg csináltam már ilyet? Ez az első. Ez az első. Nem újoncot küldtek ide. Na most várjál, hoppá, pici áramot is vezetnek belé. Igen, a felső hármas nagyrágót létszik ezzel. Mekkora a pöty? Ha ugyanakkora, ugye ezt a múltkor megbeszéltük, akkor a Ferin és a Janina pöty, az neked egy pici anyajegy, a Janinak a féltestét eltakarja. Nem mind. Nem. Tudunk méretben változtatni, Imre, vagy mindenki ugyanakkor a pöttyöt kap? Nagyobbítani bármikor tudunk rajta. Aha. De bár nagyobb. Érted? Érted? Ez egész abszolút. Én egy olyan 3 mm-eset szeretnék, így ekkorát. Ferenc. Jézus. Mondhatsz még nemet? Nem mondok nemet. Én nagyon a pöttybarátod akarok lenni, Janinak még nem tudom. De Feri, nem mondja, hogy ez még egy sárkánynak a két szeme lesz, mert utána főrök. Hát majd egy picit, majd még csináltad belőle majd egy naprendszer. Viccezel? Milyen?
Kellemetlen? Semmi, ami bizserget. Bizserget? Bizserget. Jani, annyira fáj, hogy beszélsz. Tényleg? Nem áll. Ebben a pillanatban Ferire, én szerintem fel is ment az első pötty egyébként. Várjatok, még kidolgozzuk a széleket. Ez semmi nem volt. Hú, figyelj, az a helyzet, hogy úgy kéne megcsinálni azért, hogy most a Balást varod. A Balázs mindig jól fésült, mindig jól öltözött. Tehát ez egy szép szélű pötty. Nem túlzol. Mondanám, hogy túlzol, de, ja, nem. De azért nem azt gondolom, hogy nem egy túlzások. És akkor a Janira kéne kitalálni valami más. Viszont arra megkérnélek, hogy ne legyen ugrabugráj közben. Mert miért? Most már egy háromszög. Ja, bocs. Semmi baj, most már a szája is megvan a sárkánynak. Jézus Isten. Hát figyelj. Van egy kulacs. Rajd meg, ez te vagy te. Remélem nem. Remélem nem kaszatjárja gyulladás. Na, mehet a következő. Igen, már tényleg csak egy lépés a Lime-kor. Kérlek szépen, egy kis mennyire akartok lenni egymástól? Én azért este szeretnék nyugodtan aludni, tehát úgy legyek pötty barátjainak, hogy este ne érjen el. Tehát ne tudjon átnyúlkálni, ne tudjon felkelteni. Pali, alszol? Pali, alszol. Akkor egy 2 centi. Legalább legyen egy 2 centi. Figyelj, a Feri nagyon nagy pöttyöket rakatott. Jani, ha igazán jó fejek vagyunk, felteteti mind a kettőt, és aztán mind a kettőt. Azt mondjátok, azt mondjuk, hogy nem. Jó az ötlet, Feri, de nem. De a Bali nagyobb, figyelj, akkor ez kisebb legyen, ez tényleg. Nem, ugyanekkora legyen. Ugyanekkora? Persze. Nagyon vicces lenne egy nagyobb, meg egy kisebb. Aztán csináljuk belőle egy smiley-t, ha még belefér. Jó, az lesz az Anett, amikor angol spárgázik. Hát... Fél srácok, ez nem gyenge. Én azt gondolom, hogy ezt picit megint túlvállaltuk. Ja. Tehát, hogy úgy jobbofáskodtunk, de amikor belső kar. A belső kar. Nekem már biztos vagyok. Én már a farpofánál tartok. A belső kar az nagyon fáj, ezt most szólok. Kisebb a bőr. Kibírom. Jó, gyerekek! Hogy elrepült az idő? Igen, sajnos ezt már nem tudjuk megcsinálni. Nem nagyon tudja. Ez még nála nem jelent semmit, mondjuk. Jó, ez nála egy alapállapot. Igen. Kérlek szépen, íme itt vagytok. Ezt nem hiszem el. Hátja, ez gyerekek, Isten. Ez nagyon durván néz ki. Miért néz ki durván? 2 pötty vagytok rajtam. Mi van ezzel? Ez most olyan, mintha 2 szem, tehát egy száj nélküli ember. Egy száj nélküli ember figyelne. Hát ennyi, de most miért? Mi ebben a gáz? Azt én azt hittem kisebbet, tehát ez nagyon bevált. Te komolyan mondom, bevállalós vagy. Én azt hittem kisebb pöttyökben gondolkozunk. Hát én majd tettetsetek kisebbet. Hátra tettetem a lapockámra, ott soha nem látja senki. De hogy nem, én mindig megnézem a lapockámra. Feri, mi már pöttybarátok vagyunk. Ki a puha Jani? Ki a puha Jani? Egy új fejezet indult el az életünkben. Legalábbis a Feri és az én életemben már egészen biztos, mert mi már pöttybarátok vagyunk. Kicsi dalmata kutyák, akik megpecsételték a sorsukat, és innentől kezdve ott leszünk egymással, mi már Ferenc végig, jobban, rosszban, bármi történjen az életünkben, csak rám nézel, előtt fogok neked adni, én rád nézek, és azt érzem, hogy nincs lehetetlen. Közös élmények. Én a vállamra tetettelek ugyanúgy, szétszórtalak benneteket, mert azt gondolom, hogy együtt rosszalkodnátok. Tehát nem, én nekem nem tetszik az, okay, hogy ti egymás mellett legyetek. Oké, okay, hogy mi Jani egymás mellett vagyunk, az nem jó. Tehát én balkar, jobbkarra tettelek benneteket, hasonló helyre, mint a Feri egyébként, de ellentétes irányba néztek, nem tudtok rosszalkodni, nem tudtok összebeszélni. Tehát valami megtisztelő helyre tegyél. Ne valami olyan helyre, ami a belső tért, Feri, nem? Az fárá. Az nem jó. Akartok a köldökömben lakni? Hát attól függ, mi történik a köldöködben. Van ott izgalmas dolog. Igen, olyan jó puha télen, akkor kibélelem köldökszösszel. Tehát megremegett a lábad, úgy látom. Pici bepultál. Nem, ez a kárőrvendés az arcom volt. Igen, egyébként igazán jó felség most kiállt rálni, hogy nekünk már fenn van. Én már pöttybarátommal fogadtalak, te pedig most azt mondod, hogy nem. Én nagyon-nagyon tisztelnélek, de az a baj, hogy puha vagy is főrakatod. De ne... nem mersz nemet mondani. Az az igazi jó felség. Most nemet mondani. Na, közben Janira is fölkerült, ugye? Hova tetetted végül? A kapanhájamra. Az neked nincsen sok. De van egy picit, azt mondja, hogy ide. Oh. Tadá! Jani bal derekára, csípőjére, csípője fölé tetette föl. Tadá! Jó, Jani, látjuk, köszönöm. És hol a tetkó? Tehát, mi? És hol van? Ja? A csípődet látjuk, de a tetkót... A kapahájad rálóg. Na, itt vannak. Aranyosak, nem? Nagyon helyesek, igen. Egymás mellé tetettet Jani felé. Minket. Melyik vagyok én, tényleg? Ez vagy te. Honnan fogod tudni? Oldali, a jobb pedig oldali. Hát mivel kettő van, meg tudom érezni. Az egyik a bal, az a Feri, a jobb az pedig te vagy. A nagyobbik a Feri egy picivel. Csak azt nem tudom, hogy mit fogunk látni, Feri. Hát onnan semmit. Tehát az ég egyet. Jó helyeken nem vagyunk. Igazán
intim dolgokat nem fogunk. Fürdés közben nagyon nem látunk semmit. Várnézés közben szintén nem. Reggel nem tudsz tőlünk puszival, vagy este nem tudsz puszival elköszönni. Miért oda tetted? Figyelj, mindent látni fogtok, amit én látni fogok. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Na, viszont van egy furcsa anomália, amit azért megfejthetnénk, és tudjuk, hogyha hát humorizálásról van szó, akkor hallgatóinkra mindig számíthatunk. Talán hallottátok azt a hírt, Ákos mondta többször, hogy a Csobánkai Cinke utcai utca egyik családi házának emeleti erkéről szerda délután lezuhant egy ló. Szegény. Ebben a történetben igen. A ló jól van, de azért amellett, hogy a ló szegény, azért nagyon-nagyon sok kérdést felvet. Tehát, hogy a Cinke utcai családi ház emeleti erkéről lezuhant egy ló. 2 méter zuhant, túlélte a zuhanást egyébként, és hát állatorvosi felügyelet mellett a lovat rendbe tették. De hogy na de hát azért csak kinézett az erkére. Vagy kívülről akart bemászni. Vagy igen, be akart menni. Vagy megcsúszott a patája. De tehát a családi ház földszintjéről kimegy, azt még érted, hogy valahogy bejött a kertből, átment a nappalin, körbenézett a konyhába, majd távozott az erkén. Na de azért felmenni az emeleti erkére, átmenni ott valószínűleg egy hálószobán, körbenézni az erkén, hát, majd azon kiesni, szóval azért azt gondold el. Pedig 1000-szer megmondták neki, hogy alacsony az a rohadt korlát, ne menjen oda, baleset veszélyes. Más különben, igen, patkolt lábbal nem megyünk a hálószobába. Így nem? Van. Tehát értsd meg, 100-szor megmondtuk már. A parketta, Igen, csak filc szobapatkóban. De mi az Isten csinált? Mi az Isten csinált ezen a csobánkai utcában, a Cinke utcában, a családi ház emeletén ez a ló. Hogy kerül oda? Mennyire szeretik? Ő a házi állat. Valaki ezeket díszhalakat tart, valaki pedig lovat tart benne a lakásban. Hallottam már, hogy disznót tart valaki. Na de mert, hogy az erkélyen tartott, kivéve ugye, ha panelházad van, vagy panelházban élsz, akkor oké, nem tudod hol tart. Na de hát ez egy családi ház, igen, ahol van udvar. Ez egy hagyományos ló? Tehát egy hagyományos méretű ló, nem egy póniló? A póniló is elég fura azért. Uh-huh. De tételezzük föl, mondjuk hagyományos. Mondjuk azért, de én a pónit is azért furcsálom, hogy nézd anyám, mi történik? Egy póni leesett a második ló. Átesett az erkély. Jaj, már megint leesett a póni. Már megint leesett a Cinke utcában az a póni Balogéknál. Lajos, én vagyok, ez megint leesett a póni. Gyere haza. Tehát, hogy történik egyébként? És képzeld a szomszédot, aki kint kevergeti a kis fekete táját, majd megjelenik egy ló az erkélyen, amire már korán körbenéz a ló, két lábra az erkélyen. Nézd már. És a ló egyszer csak megérkezik a földszintre. Vagy képzeld el, amikor ebben a házban állsz a földszinten, és mellé zuhan egy ló. Hogy azért ahhoz, hogy mit szólsz? Vagy kint napozol, mint a házigazda, és a szomszéd végignézi, hogy a ló két lábra áll, majd a napozó házigazda mellett leveti magát a földszintre. Hogy azért ott mi történik? Kurát. Persze. Jaj, de mocskásodta. Mondta a ló, megrázta magát, majd felnyelgette saját magát, és elvágtatott az iskolája. Nem, rád az Isten olyan fel. Igen. Tehát azért ez nagyon, ezért ez rettenetesen. Hallottunk már azért ugye, hát lovat tartottak a 8-on, meg disznót vágtak a 4-en, meg nem tudom. De azt megérted, hát panelház, hát hol tartsa, a nappaliban, értem. Azt azért abszolút megértem. Aha, de az nem lehet, hogy hazajött a férj. Igen. Nem megy tovább. Van az a pont, ahol még meg lehet állni a megszólaláson túl. De most még ezt nem, még tovább lehet menni, finoman lehet menni. Mindig ugye az egyensúlyozáson van a hangsúly. Tehát megjött a férj, és azt mondta, hol vagy drágám, egy órával előbb elengedtek? Mire a itt vagyok, mert csak öltözködöm, mondta a felesége. És a ló érezte, hogy szorul a hulok. Hívlak. És rajzfilm egy beszélgetés. Persze, mondta a ló, őst, Skype-oljunk. Hol a nyergen? A ló nem akart lebukni, ezért kivetette magát a másodikról. Gondolom, hogy ez állhat itt. Az abos férj pedig csak térben a puffanást hallotta, majd fölrohant kedves és ő megkérdezte. Jól vagy kicsi? Mi ez a szép dúlt hálószoba itt? Mi történt veled? Mói vlogica. Egyébként ez egy jó vonal, tehát valószínű hazajött az abos férj, stáll vagy előbb elengedték. Persze. Igen. Tehát az előbb elengedték és hazajött, igen.
Ez egy érdekes dolog. Van, kezdi régen, hogy Kobi forgatott. Ja, és... hát igen. És... nem tudom. Mi van, hogy idomár volt, és hazavitte a munkáját. Tehát arra gondolt, hogy otthon még egy-két dologra megtanítja a lovat? Tehát az ötves cirkuszból hozta el a lovat holnap elő. Hoppá! Hoppá! Ugrik! 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 Két lábra! Két lábra! Mondom két lábra! És választott, a ló választott a tüzeskörik a gondolat. Gabi is megmondta, hogy az abban ott van az energia, az endorfin. Ott van a kraft. Bezaboltatták a lóval. Jó, tartózkodjunk a Csicsolin a lakcímet változtatott SMS-ektől. Tehát maradjunk azért meg egyfajta gondolatmenetnél. Igen, ez egy érdekes dolog, hát segítsetek megfejteni, hogy mi történt, illetve egyéb furcsa, úgymond tényleg szomszédos anomáliákat válunk, amikor is nem hittél a szemednek, valami olyat csinálta a szomszédot, tehát főzött a panelban a folyosón, vagy terelgette a disznót a liftben. Tehát nézzük meg tényleg, hogy ez valójában létezik-e. De most ne írjatok amú történeteket, tehát amikor kiléptetek a házból, családi ház, társaság, panelház, és nem, egyszerűen nem hittetek a szemeteknek, mert valami olyan dolog történt a linoleumozott lépcsőházban, amire egész egyszerűen nincs magyarázat. De nem jó nekünk családi ház, igen, vagy társasház is. Hát csak nem odavaló, és a szomszéd művelte, csinálta. Sziasztok, talán ezt, ha mondtam, lehet, hogy adásban is elhangzott, nem tudom, emlékszem biztosan, de hogy ugye már sok mindent átértem Lőrincen, de azt, amit néhány héttel ezelőtt tapasztaltunk, hogy a béketér mellett valaki egy bottal terelgetett egy disznót pecsés felé, hogy azt azért már mi se hittük el, pedig azért nálunk azért történnek furcsa dolgok, hát ugye, ha csak a klasszikus havana lakótelepi esetre gondolunk, akkor is tudjuk, hogy... Igen, lehet, hogy de minden esetre így híresült el a havanna, ugye, hogy ott lovat tartottak az erkély, de hogy... egy darab kondás vitt a malacon? Nem tudjuk, hogy kondás volt, de hogy egy szép szál, jó szág volt, és ott az ülői úton, tudod, hogy ott van egy pizzéria, ott van egy pizzéria, ott van egy, hogy hívják, egy gyógyszertár, ott van a villamos, ott van egy nagyon jó kis, hogy kondicionálat, és egyszer csak valaki meg is, nem lehet, hogy a malac azt mondta, hogy ügyes gazdám, még egy jó sajtburgert, lejjen már bengem meg drive-ba, és mentek meg drive-ba. És akkor hogy hívják, hogy a market central, ott érted a praktikerbe. Tehát ez nem, nyilván nem, de Becsis Feri teregette valaki egy bottal a disznóját. Hát hihetetlen SMS-ek vannak. Társaságban lakom a földszinten, a fölöttem lakó állat két vágott a konyhában, majd az egész tollat meg a beleket lehúzta a vécén, ami nálam jött ki egy dugulás keretében. Emelkedett hangulatban üvöltettem neki, hogyha még egyszer lehúzza a budit, akkor megölöm. Panellakás konyhájában láttam, hogy a gáztűzhely fölött plafonba bele volt furva az akasztó. Kérdeztem miért, mire mondta a felettem lévő, mert esőben is tudunk bográcsozni. A szomszéd a 10-en 4 vadászgörény tartott. Pár nappal ezelőtt együtt jöttünk le a lifttel, amikor a legnagyobb megdöbbenésemre ott mutatta meg a haverjának, hogyan kell a görény bűzmirigyét kinyomni. Azóta nem nagyon tudtam ebédelni. A barátnőm szomszédjában, ugyanabban a faluban lakunk, van egy bolond néni, nyáron síléccel a lábán sétál az utcán. Vagyok azt megnézni. Az jó. Kicsit ura. Száraz ez, és biatlanosan. Továbbá bejelentette a falu mikrofonba, hogy a férjének temetése lesz. Amikor a barátnőm meglátta, hogy még él a férje, megkérdezte a nénitől, hogy miért jelentette be a temetését, ha még él a néni, azt válaszolta, megbántott, ezért a szememben már halott. De ez egy jó érkezlemény. Igen. Jó. Pécset egy 10 emeletes panelban sielők elütöttek egy nénit, aki gipszelés után a pszichiátriára ment, mert nem hitt el, hogy a lépcsőházban sieltek. Azért az is kemény. Szembe szomszéd szeregetni szokott a garázsban, egy kis motorral, ha végez, ráültetné a nagyfiát egy táskával a hátán, és videóra veszi, hogy az utca végéig is visszamotorozik a srác. Amikor ez megvan, cserélnek, táska fölmegy apura, kamera a gyerek kezébe, és kezdődik. Mi a táska? Műsor, nem tudom. Mit lehet a táska, gyerekek? Mi a táska? Hogy az miért kell? Há, ki tudja? A balansz. Zseniális. Debrecen társasház, a tag a harmadikról mosta a kocsit, ami a ház előtt állt közel a falhoz. Látszott, hogy van rutinja. Tényleg slaggal verette a gépet fentről. Konkrétan állóra lassítottam, nem akartam elhinni. Hát, ha magára ismer, zöld Vectra. Ismerek falun olyan kislányt, kifut az apjához, hogy bent van a lepke a szobában. A saját fülemmel hallottam, erre az apa, hát nyisd ki az ablakot, mire a kislány, nem az a lepke, hanem a ló.
Szeretem. Atya Isten. Igen. Arra lettem figyelmes, hogy a lomtanítás alkalmával, ahogy kiléptem a lakásba, valaki iszonyatosan bögett egy autónak a motorját, kimentem a ház elé, amikor láttam, hogy néhányan egy 4 köbméteres telipakolt konténert egy trabanttal akartak elvontatni. Az nem gurul, gyerekem. Az nem gurul. Régi munkai szállásaimről kilépve valami nem stimmel, azt vettem észre, hogy szembe szomszéd éppen porszívózta az utcát. Azért sok a bolond, nem? Nagyon. De azért, aki porszívózza az utcát, azért ott van baj. Hogy azért ott van baj. Hát feltalálja magát. Igen, és az utolsó apám vadász volt, higgyétek el, nekem se könnyű, a harmadikon panellakásban a kádban nyúzta a rókát, amit nőtt. Papa fürödnék. Ezt legalább a szomszéd nem hallja. Hát ez a papa fürödnék, várja kicsi, mert még itt van az a... Nincs reggeli rádiózás. Jani, hogy vagy? Köszönöm szépen, egyen jobban. Idő, adás, barátok. Ezt nem fogod elhinni, ne nyújj hozzá. Na, mit néz? Miket néz? Nem, fogalmam nincs. Megmutatom. Vagy halakat, vagy... Csak cápákat, de csak olyat, ahol van vér is. Nem hiszem el, hogy a Jani képe, vagy laptopján óriási kiugró fehér cápák egyébként pillanatok alatt, tehát úgy lefotoz, hogy éppen ugrik ki. Cápa itt jobbra lent, egyébként gyönyörűség. És közben egy-két támadó cápa. Nagyon jó, Jani, megtaláltad a te oldaladat. Ugye? Meg. Miért ezzel nyugtatod magad? Miért nem arra koncentrálsz, hogy élő rádióadás, hogy hárman leszünk, hogy dumálunk, hogy víz alatt vagyunk? Felejtsd el, nem, a cápa semmi. Egyébként tényleg. Csak úgy tudom legyőzni a félelmeimet, ha ismerem az ellenséget. A hétvégén megyünk a tropikáriumba, Jani, ki lesz még állítva? Kérdezi Laci. Igen, igen, maradban. Igen. Vendégünk is van, Farkasdi Tamás, a tropikárium ügyvezetője. Hello Tamás, mikrofon már a kézben. Jó reggelt kívánok, jó reggelt. Hello. Na, csak azért a tisztánlátás hallás véget mondom, hogy említetted, hogy te nem Magyarországon születtél, ha esetleg egy-két dolgot. Nem úgy mondasz, akkor már mentesítettelek az alózat. Nagyon érződik a dán akcentus. Igen, igen, igen. Na, hát hol is kezdjük? Csak néhány fontos információ. Számomra például meglepő, hogy édes víz van benne, amit sóztok. Én ezt nem tudtam. Hát először, amikor feltöltöttük, akkor igen, édes vízre feltöltöttük, ami hát kiderült, hogy elég piszkos a víz itt Magyarországon, azt le kellett szűrni, és utána benyomtuk egy 50 tonna sót. 50 tonna só? Az aha, nem gyenge. Ez napi adag, vagy ezt egyszer be? Nem, ez egyszer, de évente 10 tonnát kell pótolni. 10 tonna só. Aha. Jó gulyáslevesbe azért az elmenne itt. Pedig a sószegény, az fontos étrend, nem a sószegény táplálkozás, nem túl egészséges. Mit kell tudni a nagyvadakról? Hát nyilván mindenki ezt akarja tudni. Ugye mi hangsúlyozzuk, hogy elsősorban azt hiszem teljesen joggal nem a cápákra akarjuk ezt a dolgot kihegyezni, mert hogy ezen már túl vagyunk azért egy-ketten. Feri is és én is merültünk már cápák között adás közben, ezt már abszolút abszolváltuk. De mégis azért egy-két szóban Janinak vezess fel a kis élőlényeket, akik várják ott benne. Hát... Már látom, hogy kukkonak kifelé szeretik a Janit. De nem, semmi, tök normális kis cápáskák vannak itt, és nagyon aranyosak. Bár nem szabad itt belenyúlkálni a arcukba, meg a szájukba, mert akkor az lehet, hogy rosszul sül el. Az nem annyira jó. Az nem annyira. Szokniuk kell a helyet? Van ilyen? Vagy ez, ez hülyeség, hogy addig nem merülünk, amíg meg nem szokják a helyet? De ilyet hogy is hallani. Nem, én már 22 éve merülök cápákkal, és konkrétan Svédországban is van egy tropikárium, és ott is én voltam az első, aki beugrott, és ott nem kell semmit szoktatni. Max annyi, hogy egy pár év után lenyugszik a... mondjuk a vadász ösztönük, hogy nem úgy kapják el a maga a makrélát, amit etetünk, mint egy vadbarom, ha így mondanám, hanem kicsit nyugodtabban elveszi a kezemből. Hmm. Tehát 10 perc után a cápa magáénak érzi a cuccot, nem kell rá várni éveket. Nem, nem kell várni semmit. Tehát nem, nincs az, hogy éveket várjunk. Nem, hát annyi, hogy elején kicsit tartózkodnak emberek, de egyre jobban, hogy megyünk lehetente minden csütörtök 3-kor lemegyünk, etetjük őket, és akkor megszokják, hogy most van kaja, itt az emberek, nem kell félni tőlük, meg nem is kell megharapni. És mivel? Mivel etetitek őket? Janival. Igen, nagy labda. Nem. Makrela, polip, ilyesmi. Uh-huh. De ezek nem élő, bocsánat, ezek nem élők, ugye? Nem, nem, az fagyasztott, ami föld van. Először, mikor beugrottak, akkor valószínűleg körbe fogok nézni, hogy van kaja, vagy aha, nincs. Utána, mikor nincs semmi jel kajára, akkor a napi kis körükre elmennek, és utána mennek. És ott, ahol ti fogtok ülni, ott egyébként elég nagy forgalom lesz szerintem.
Tehát beültünk egy csomópontba. Tehát hát ott a M0-as. Max csomópontba sikerült beülni. Hát jó helyen vannak a székek, mert hát tervezzük, hallgatóinak mondjuk, hogy mi ugye majd leülünk székek mögé, és tulajdonképpen tényleg hát adást imitálva, hárman együtt, beszélgetve, tulajdonképpen tudósítjuk azt, ami történik. Majd asztal mögött székeken ülve. Hát ez a terv, meglátjuk, hogy tudunk ebben a felszerelésben leülni. Legyünk majd nagyon óvatosak, hogyha oda gyűlnek körénk, hogy megnézzék, hogy van-e kaja, akkor majd azt, hogy nincs, nap középső ujjunkkal mutassuk. Mert az ott maradt. Igaz a pisire való támadás? Nem, arról még nem hallottam. Na, hát csak azért, hogyha ereszt a Jani szettje, akkor nehogy baj legyen. Nem, de érzik, hogy valaki féle. Igen? Igen. Az nem jó. Van nevük egyébként? Nem, mintha mi akarnánk velük kommunikálni, de elneveztétek őket? Ő gyilkos, ő bőrlér. Ő könyörtelen. Van nevük. Ő csontörő. Van nevük, persze. A hím az a Robi. Robi! Figyelni kell kicsit. Ő egy homokitik is? Féltékeny. Aha. De akkor azt mondtad, hogy merültél már Svédországban, meg nagyon sokat figyeled ezeket a cápás akváriumokat. Volt már olyan a világban, hogy valaki rádióadást csinált egy ilyen helyről? Én nem hallottam róla, de hát mindent nem tudok. De azért nagyon sok helyen jártál, tehát te még nem tudsz ilyenről, hogy valaki élő rádióadást csinált egy ilyen medencéről. Még nem hallottam róla. Na, itt kérdezik a hallgatók, csak hogy az izgalom kedvéért csütörtökönként etett, és a humor kedvéért kihagytátok-e tegnap, még ezt így gyorsan tisztázzuk, és akkor utána hát ez lassan ránkézzük. Ez az, amit csak utána fogunk megtudni. Jó, hát nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál. Nyugodtan, ha bármi olyat csinálunk bent kézjelekkel, táblákra felírva, nyugodtan kommunikál nekünk, hogy mit igen és mit nem. Elvileg terveink szerint leereszkedünk, leülünk, és aztán onnan közvetítjük az adást. Hát kicsit lehet, hogy a felszerelés miatt balra-jobbra néha eldőlünk, de ha valami olyat látsz, akkor itt szólsz a lányoknak, fölírják egy táblára, és akkor... Hát Max, nem szabad hadonászni kézzel, mert azt én tapasztaltam, hogy nem túl jó, mert engem megharapott. Megharapott? Igen. Ezt most miért mondod el? Ezt nekünk miért kell tudni? De ez nagyon jó lett volna, ez a sztori benned marad. Megharapott. Igen. De te etetted, gondolom. Igen, de amikor lemegyünk etetni, akkor ott van több száz más hal, és elég nehezen látható, és azt szoktuk mondani, aki lemegy etetni, hogy figyel a kezedre, és van rajtunk egy ilyen hentes kesztyű. És hát... volt egy kis ciki sztorit, hogy én mondom olyan, hogy így meg úgy kell csinálni, és akkor én egyszer ott etettem, és akkor nézem a embereket, és épp itt az alagútba jött át egy, mondhatjuk, dekoratív hölgy. És úgy megnéztem, hogy leeresztettem a kezemet, és csat, oda harapott egy cápa a kezemre, és hát az fájt. Kár lett volna, ha ez a sztori benned marad. Azt kell, hogy mondjam, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt is megosztottad. Szinte leszedáltál minket vele. Hölgyeim és uraim, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Mi már itt vagyunk, teljes menetfelszerelésben, rajtam a maszk, rajtam a sisak. Ha hallatszik egy kis levegővétel, az azért van, hogy levegőt veszek, nyilván értelemszerűen. Én már a medence szélén áldogálva ebben a pillanatban, hölgyeim és uraim, megkezdem az ereszkedést János halára vált tekintetének integetik. Ő lesz a második, aki ereszkedik. Ó, de hideg a víz! Jani, készülj, nagyon hideg a víz! Hölgyeim és uraim! Öröm volt örökkel egy fedélzetet szolgálni. Ebben a pillanatban már víz alól jelentkezik a Klassz FM rádió. Kérem szépen, a Morning Show lassú, határozott ereszkedéssel megyek lefelé. Miközben Jani már készül, tehát magányos pillanatok lesznek ezek nekem egyébként, egy kicsit lent a cápákkal. Jani a második, aki merül, jelen pillanatban egy korál szírt mellett haladok el, jobbra tőlem korálok. Előttem egy cápa, ez szerintem a kisebbik, és megpróbálok Armstrongként előre menni. Abszolút súlytalan az ember, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugrásnál fölugrik, majd szépen lassan visszaereszkedik. Föl nem lehet venni, annyi súly van az emberen. Miközben balra, ha jól látom, a legnagyobb cápa közelít, körülbelül egy méteres helyen fog elúszni, ha nem ijed meg tőlem. Ha igen, akkor viszont neki megy a kábelnek, ami szintén szórakoztató, de egy rája beelőzte. Ebben a pillanatban, hát azért ez nem megnyugtató. Azt hiszem, talán a legnagyobb, de nem tudom, hol a többi, elúszott mellettem. Hölgyeim és uraim, élő rádió adás, itt a Klassz FM-ben, a víz alól, integető arcokat látok, ők hallanak, én csak, hát, néhány kollégát ismerek meg a víz alól. Várom én a többieket, akik szépen lassan úgy néz ki, hogy érkeznek, azban maradtunk, hogy Jani lesz a második, és Feri zárja a sort, alattam ráják, makrélák, és a cápák meglehetősen barátságosak. Úgy látom, kicsit a maszk párásodik, ilyenkor van egy kütyű, amit az ember megnyom,
akkor tudja páratlanítani, és van egy másik kütyű, az pedig a pótlevegő, reméljük, hogy arra nem kerül sor. Drága hallgatók, hát köszönjük szépen, hogy velünk vagytok ezekben a pillanatokban. A szürreális, az szinte leírhatatlan, hogy Buvár mozban áldogálva élő adásban vagyunk Pécsett, Debrecenen, Miskolcon, Szegeden, Dombóváron és rengeteg helyen, miközben cápák, ráják és hallgatók itt a helyszínen, nyilván az akváriumon kívül. Jani, úgy látom, hogy nem hiszem, hogy megijedt volna, egyszerűen csak készült egy leülést, én akkor megkockáztatok addig, helyet foglalok kicsit. Létrán megjelentek Jani lábai, ez pedig azt jelenti, hogy itt van már adásban, mert rajta van a sisak. Hello Jani! Hello, hallatok? Kiválóan, egyszerűen fantasztikus a hangminőség. Mit csinálsz ott fönn? Gyere le! A törpeharcsa leszáll, a törpeharcsa leszáll. Jani ebben a pillanatban elkezdi az ereszkedést. Hagyom, hogy ő mondja el, hogy milyen érzés. János, add át a hallgatóknak, hogy mi történik most veled. Hát most ebben a pillanatban kezdett el felcsúszni a hideg víz a bokámon, most elérte a legnemesebb szerveimet. Ó, úgyhogy azért kár lenne. Igen, most biztos egy erőteljes méretbeli csökkenés állt be nálam. De nagyon érdekes maga az érzés, és hát fantasztikus az a technika, amit itt a srácok összegründoltak a mi kedvünkért, és hát rettenetesen komolyan veszi mindenki ezt az egyébként ténylegesen nagyon komoly vállalkozást. Nekem igazgatnom kell itt össze-vissza a kis kezeimet. Igazgasd a kezeidet, közben János folyamatosan ereszkedik. Kérem szépen, az az ember, aki három hete még úszni se tudott kis túlzással a fürdőkányán kívül, jelen pillanatban teljes menet felszerelésben, technikai bubárként. Aki a sarki közérbe is csak az anyjával, mert kimenni bár-bár elhúzt 40 éves. Igen, aki egyedül még szuhanyozni se tudott mostanáig, ebben a pillanatban ereszkedik víz alá, szépen lépked le, és pillanatokon belül, hölgyeim és uraim, Vadon János 3 héttel ezelőtt kezdett el búvárkodni, lelép az ajzatra, és onnantól kezdve már ketten vagyunk teljes életnagyságban a vízben. Egy sárga sisak van rajta, Klassz FM felirattal. Nem igaz, hogy nem tudom lerázni az SSI dealeremet. És tudod mi van, hogy ő most nem hal. Mellettünk, ugye a Jani azt arra mondja, hogy úszik egy búvár srác, aki ilyen... Vigyázz, mögötted ráját! Igen, ez a vigyázz, mögötted cápa, ez az, hogy ez most megéri. Gyere, János, egy kicsit. A nagy összetalálkozás, kérem szépen, már csak Ferit várjuk, aki remélhetőleg szintén megérkezik. A hirtelen mozdulatok. Mit csináltál? Integettem a kedves közös, de hát mindent a hallgatókért. De már nincs bal kezem. Igen, na most mögötted van az egyik. Igen? Hol van? A gitáros. Na milyen, Jani? Zseniális érzés egyébként. Annál is inkább, mert amikor annyit elárultunk egy ilyen kis technikai dolgot a kedves hallgatóknak, hogy amikor mi kipróbáltuk ezt a sisakrendszert, akkor volt azért némi probléma a hanggal. És most meg annyira tisztán hallak téged is, és annyira jól hallom vissza a saját hangomat is, hogy tökéletes. Kinézek egyébként a nézőseregre, akik kint az üvegfal előtt állnak. Jól halljátok a hangot? Tökéletes? Jaj, de jó, nagyon örülünk neki. Igen, akarsz egy hallgatóval beszélni, hogy milyen érzés víz alatt hallgatóval beszélni? István, ha minden igaz, akkor itt van velünk. Hello István, jó reggelt! Hello fiúk, jó reggelt, sziasztok, üdvözöllek benneteket! Hello István, na mi újságban, honnan telefonálsz? Hát meg kellett állnom az útszélén, mert könnybe lábadt a szemem, amikor meghallottam, hogy Jani a vízbe ért. De jó arc vagy, hát ez óriási dolog, mit szólsz hozzá, durva, mi itt áll mellettem teljes menet felszereléssel. Nagyon klassz, és azt szeretném nektek mondani, hogy mondtátok rólam egyszer a rádióban, hogy én vagyok a legalja mindennek, úgyhogy most mivel ti a medence legalján vagytok, ezért szeretnék nektek énekelni, és tudni is fogjátok, hogy ki vagyok. Léci, ne, van nekünk elég baj. Igen, az a baj, de most még énekelni kezd, ezt még le se tudjuk tenni, nem tudjuk magunknak kivenni az adást, de énekelj valamit, Isten, figyelünk! Prominens képviselője, már tudjuk, hogy ki vagy. Igen. Köszönöm szépen, további sok sikert nektek, egy szép napot! István, hallgass minket, állj félre, vagy ha már félreálltál, maradj ott, pillanatokon belül jön a Feri, és onnantól hát, kezdve a vízvilogót. Hárman leszünk, szevasz! Sziasztok, hello, hello! Hello, hello! Figyelj, Jani! Ülj le addig az egyik székre, én elülök a másik székre, úgy várjuk a Ferit, mintha nála lennénk otthon. Melyik széket választod? Rettenetesen nyomorúságosan mozgunk. De ebben a pillanatban Jani leül, és lerakta a lábát az asztalra. Stabilizálni kell a helyzetemet. Na várjatok, most hallottok engem? Kiváló, tökéletesen. Kiváló, mi hallunk téged, Feri, jó. Abszolút. Látod már a Feri lábát, mert akkor negyed óra múlva a derekát is észrevesz.
és rádió történelmi pillanatként ülünk a medence alján, velünk van az egész ország, mindenki minket hallgat, Jani feltett ábbal az asztalon üldögél, én pedig szintén várjuk a mi Ferencünket, hogy hárman legyünk végre, mert hogy fontos dolgok várnak ránk még itt a medencében. Milyen, Jani? Nagyon, hát látod, nagyon jól érzem magam, belaktuk valósággal a helyet. Balázsnak is a lába fönn van, az enyém is fönn van az asztalon, és úgy látom, hogy Balázs makrél a szarba lépett. Csak a te kedvedért át, hogy ide tudjuk csalogatni a dögöket. A cápák egészen távolságtartóak, azt kell, hogy mondjuk, teljesen nyugodtan úszkálnak, és nem annyira barátkoznak, körülbelül a 30 centi volt a legtöbb, amíg elúszott, és most jön ez a macska rája a cápához hasonlító pöttyös kis jószág. Miközben én azt látom, hogy a Feri nem sokára ereszkedik, és akkor már hárman leszünk. Egy skander víz alatt, gyere meg a lázolat! Na gyere a lázolat! És ebben a pillanatban kövkevés! A gyerekeim ilyen! Ebben a pillanatban megjött Feri ereszkedik, kérem szépen a harmadik műsorvezetője a Class FM Morning Show-nak, Rákóczi Ferenc. Vigyázz Feri, balra, balra egy kicsit a hátaddal, mert ott egy baromi nagy korál van, forduljál egy kicsit balra. Nem baj! Semmi baj, ne! 100 évig növekedett, ne törődj! Olyanok, mint a cseppkövek. Ferenc ereszkedik ebben a pillanatban. Rutinos. Most egy nagyon picit állj meg, mert közvetlen mögötted van a tigris. Igen, igen, várjál most egy kicsit, mert rálépsz a pont szákára. Pont rálépsz a fejére. Most már jöhet, mert nincs alattad semmi, elúszott. Meg kell ismerkedjünk nekünk egymással. Össze kell haverkodnotok, igen. Azt mondom, hogy ez a legfontosabb. Mindjárt nem vagy, kettő lépcsőfokot van és nem vagy. A barátság a lényeg ebben a sportban, ugye tudjátok? Számíthatunk egymásra és a cápákra. Hatalmas ráják vannak mögötted, ember a pillanatban rámentek a kábeledre, de elúsztak. Hölgyeim és uraim, a harmadik műsorvezetője a Morning Show-nak, Rákóczi Feri is ember a pillanatban megérkezett közénk, és immáron hárman szeretnélek benneteket helyen kínálni szerény hajlékokban. Köszönjük szépen, én hoztam nektek azért ajándékot. Nagyon Ali, rendes vagy. Azt gondolom, hogy enélkül nincs Morning Show, hogy neked ne legyen egy ilyen kis nagyon szetet. Köszönöm, kicsit felvitetted a teámat, Feri adott egy pögrét. Várjál, dedikálom. Ebben a pillanatban pedig megpróbálom leülni, utána adod a Janinak, szerintem. Jó. Picit lecsücsenünk hárman, mint a klasszikus műsorvezetés lenne. Közben rengetegen vannak a sajtótól egyébként, a kollégáknak mondom, hogy nyugodtan mondják majd, hogy merre forogjuk. Janikám, igen. Azért nem ulasszuk el magunkat megnézném a különböző műsorokban, lehető legjobb szögből. A sajtó jelenlévő kedves képviselőinek csak annyit mondanak, hogyha ezt nem írjátok meg, akkor mi? Igen, nézzétek, hát a cápák közé merülés az jó, tehát hogy az is fantasztikus, én megértek minden persze, nyilván két év rákészülés után, de hogy élő rádió adás, rádió műsor, oda-vissza kommunikáció először az egész világon, bocsánat, a kicsit sokszor hangsúlyozzuk, de azért erre büszkék vagyunk. Látom barátaimat is ebben a nehéz pillanatban, ők is velünk vannak, nagyon helyes. Igen, már a hitelkártyámra számítanak. Már át is vették, megnyugodhatsz. Igen. Mit hoztál, Feri? Mi az ajándék? Egy hatalmas baraszbagettet hozott le tonkával és rajta. Tényleg valamit kajáim. Így ahogy van, így ahogy mondod, ez egy nájlonzas csomagolt étel. Az a helyzet, János, hogy ezt nem neked hoztam elsődlegesen, nem te fogod elfogyasztani. Ennek különböző okai vannak. Egyrészt az, hogy ez hús alapú, tehát azt gondolom, hogy te ezt nem fogod megenni. A következő a helyzet. Kesztyűvel vagy kesztyű nélkül vállalod? Vagy sehogy? Nem mondjátok, hogy intéztetek nekem egy etetést. Hát nem intéztük, hanem fogtam egy falat, meg egy ilyen gyönyörű lánckesztyűt. Ha gondolod, akkor te lehetsz az első műsorvezető a víz alól a világon, aki műsort vezet és megkínál egy cápát egy hallal. Halász közben a könnyeivel küzdött. Nem haragszol ezért a kis meglepetésért. Hát figyeljetek, nagyon jó fej. Ne haragudj, én sem tudtam róla, mondtam volna a Ferinek, hogy ne csinálja, de nem tudtam róla. Bó. Istenem, tényleg, ne haragudj Balázs, hogy nem szóltam előre. De, komoly, jó? Jani ebben a pillanatban felvett egy ilyen acélsodrony kesztyűt a jobb kezére, most még a jobb kezet. Igen, és úgy érzem magam, mint hogy egy statiszta lennék a mennyei királyság. Ez most még így van a jobb kezed, aztán ki tudja, hogy kinek lesz a jobb keze. Igen. Jani, következő a helyzet. Amennyiben úgy érzed, hogy van barátod és szeretnéd itt megetetni, akkor arra kérlek téged, hogy majd, ahogy a kezedbe adom, kezedbe adom az ételt, a farkánál fogd meg, nagyon tarts ki magadtól. Elnézést, egy rája beleharapott a lábamba, ez nem volt szórakoztató. Szemben állt egy szápa áldozatban. De szóljál már a hátam mögött, van beleharapott a lábam, ezt most tök komolyan mondom, mit csinált itt? Semmit. Csak megszagolta.
Ez azért van, mert te még a padinál végeztél, és félték egyet. Érzik a lábam! Na, de játsz túl a szél. Gyerekek, egyébként tényleg megkarapult, nem viccelek. A farkánál fogva fog meg a halat, és tarts ki nagyon messzire. Ha jó? Bármit úgy érzed, hogy nem korrekt, nem jó, nem helyes, ha már a kezedet teszik, akkor dobd el a halat. Várjál viszont, akkor a jegygyűrűmet inkább átteszem a bal kezemre. Az most meg késő. Jó? Na. Tehát ennyi a legfontosabb, ha nem érzed magad biztonságban, ha nincs komfortérzeted, akkor a halat légy szíves, dobd el. Ott a farka. Jaj, a farkánál fog meg, és tarts ki jól az SSI oktatót felé. Na, figyeljetek. Nem biztos egyébként, hogy bárki rá fog harapni, de hello, az esélyét adjuk meg. Szia, Jani vagyok Lőrincről. Igen, légy meg minél gyorsabban. Jó, hogyha esetleg gondolod, mert az a helyzet, hogy az előbb nagyon udvarias és távolságtartó voltam, lehet, hogy ez nem jött be, akkor megpróbálok stílust váltani. Hé, durunk, butarcú! Kicsit kezdjél arcoskodni meg pickándozni, ebben a pillanatban Jani... Ne parázzál, mitől fosó? Nyugi, egy másik rájafalás, nyugi. Megint van valami a lábamnál. Janira ráfordult a cápa, közben a rája alulról támadt, kicsit elkezdtek minket körbe zongani. Ez már meg így nem lesz címlap. Mit fogolnak megérni a bumbát? A rohadt életbe. Figyelj, ezeket annyira nem érdekli a makrélát, hogy azt el nem tudom mondani. Hát, Jani, azt gondolom, hogy a tartási móddal van baj. Ha úgy érted, akkor engedd el a halat. Várjál, fáradlanítok neked egy kicsit, jó? Köszönöm. Jó lesz? Ha víz megy be, akkor ne haragudj. Jobb így, jobban lesz? Egyébként picit csalódott vagyok, mert a neje még egyszer sem mondott, nemet a makrélámra. Jani, ez egy kihívás neked, tehát innen de kezdve valamit kell csinálni. Nézd fölötted! Nem hívasz meg rohadj meg, te szemét vagy! Azt mondja, nézd fölötted és közben csongorgod! Te mekkora szemét vagy! Úristen, fej rosszul! Nem vagyok rosszul, csak fejet hajtok a nagyságot elő! Tényleg? Igen, mint Darth Vader, ne térdelek! Ó, uram! Na, figyelj csak, gyere egy kicsit elrébb! Most már ne szarozzunk, add ide a kezed, mert én unom, hogy itt próbálod ezt a makrélát, menjél oda, fiam, most tedd a szájába! Nem tudok oda nézni. Én nem. Na gyerekek, csak egy Ryan állsz, János, csak azt szeretném mondani. Gyere egy kicsit erre felém, ugyanis a ledobott makrélára megérkeztek a halacskák, a ráják már. Várjál, felemelem a lábam, hogy el tudjon úszni. És elérkezett az ünnepélyes pillanat, jaj, hoppá! Jani, várjál, időlök mellé! Hölgyeim és uraim, György Molnár, a Jani SSI dílere megpróbál nekünk átadni a víz alatt valamit, én ezt meg is nézem. Azt mondja, hogy Ferenc Rákóczi névre vonatkozó búvárkártya, illetve átveszem Szegeszkén Balázsét is. Sárga diver lettél, Jani, meg mi is? Hát ez zseniális, hogyha lehet vele pontot is gyűjteni, akkor én már nagyon boldog vagyok. Nálam boldogabb ember ebben a medencében jelenleg nincsen. Megkaptuk. Nagyon szépen köszönöm. Hogy cápás merülésre alkalmazott vagyunk. Zseniális, király, hát jól van. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Zólyomi Zsolt a vendégünk. Jó reggelt kívánunk, szia Zsolt. Az egyetlen magyar orr, lehet így fogalmazni? Vagy ez egy jó definíció veled kapcsolatban? Hát, ha mindenről definiálni akarjuk, akkor jónak tűnik, bár nem tudom, az egyetlen magyar fül, akkor kicsoda. De értjük egymást. Igen, jó reggelt. Szántó Dávid. Egyébként tényleg. Valahogy megpróbáltalak téged felvezetni itt a hírek előtt, és elmondtam, hogy te mivel foglalkozol, és számomra mindig megdöbbentő, hogy érdekes az, ha valaki különleges képességgel rendelkezik. Neked ezen különleges képességed nem más, mint az orrod. Ugye ezt használod, ebből élsz, és az orr a te munkaeszközöd, amivel dolgozol. Nagyon sok mindenről beszélgetünk, de arra válaszolj már kérlek, hogy először ez milyen felismerés volt, vagy ez hogy jött? Honnan tudja az ember, hogy ő más szagokat érez, vagy máshogy érzi a szagokat, mint más gyerek? Meg gondolom, ez gyerekkorban jött. Igen, korán elkezdődik, és sehogy sem tudja, tehát pont, mint ahogy az látszik, hogy valaki jól futszázon, vagy nem tudom, milyen hasonló dolgok, vagy szépen hegedül, ez nem látszik kívülről, vagy szóval nehéz egy gyereknek önmagáról felfogni, hogy van egy olyan képessége, amit nem tudunk beszélni róla, semmi, csak neki jobb, és ilyen állatokhoz közelítő minőségű néha. Úgyhogy ez ilyen apránként történt meg, úgyhogy észrevettem, hogy mit tudom én már előbb érzem, hogy nem ízlik valamilyen étel, mert már szerintem egy kicsit romlott volt, a többiek pedig
még azt mondták, hogy ezt ők vidáman megeszik, vagy mondtam, hogy valaki jön, és mondták, hogy az meg ki, én meg mondtam, hogy az, és akkor tényleg bejött a terembe. Ilyen apróság, wow. Ez lassan működik. Tehát jött, becsöggetett a szomszéd, és te már tudtad, hogy jön, és mondtad, hogy anya jön a szomszéd, honnan tudod, hát nem hallom, csak érzem, mert megint fokhagymát evett. Érzem azt a savanyú káposzta szagot, ami mindig száll a repülő, akkor a szaglásod körülbelül hányszoros érzékenységű, mondjuk hozzánk képest? Nagyon jó kérdés, ha meg tudnám válaszolni. Aha. Nem tudom megmondani, hogy hányszoros. Biztos, hogy sokkal jobb. Egyetlen olyan számadatom van, ami, hogy mennyi illat egymás utáni megszagolás után kezdek fáradni. Az átlagember azért 3-4 után beadja a kulcsot, én meg 100 után mondom, hogy kéne egy kis friss levegő. De ez 100 után elfáradsz. Így van, nem arra válasz, amit kérdezel, arra nincs számszerűsített válasz. Aha, tehát nincs egy kísérlet, ami megmondja, de hogy hasonló, mint a kutyáknak nem. Mondjuk 16-szoros. Szerintem egy átlag ilyen kotorék ebben engem odavág. Igen, csak ő nem tudja elmondani. Ez így van. Na, hát beszélgetünk még arról, hogy mit csinálsz, de akkor gyorsan rólunk egy jellemzés. Még nem egyére szabottan, csak így bejöttél, milyen illatok fogadtak, jó illat van-e, tiszták vagyunk-e, azt, hogy láttuk, hogy itt üldögélsz kint a kanapén, egyébként nem nagyon mozogtál, félálom. Csak így járt az órad, mint egy ilyen kis nyúlnak így folyamatosan balra-jobbra, tehát te még félállomban is dolgozol egyébként, szóval mit mondasz így el rólunk, vagy a stúdióról, vagy a csajokról kint? Nagyon közszolgálatiak vagytok, hogy kora reggel felébredtek, dolgoztak keményen, ezt lehet érezni, a kemény ízott férfi munka, az úgy lehet itt érezni, nem csak viccelek, tehát Ez szerencsére általában ilyen stúdiókban ilyen elektroszmogot érzek, ami azt jelenti, hogy a por az beül, és az elektromosság, meg ezek a dolgok mozgatják. És az ilyen, nem tudom, lehet, hogy nem jó a kifejezés. Na itt nincs. Tehát ez egy nagyon jó, úgynevezett tiszta background, tehát nekünk parfümöröknek ez egy jó háttér, és akkor aki bekísérte, annak az illatot is éreztem, igazából azt jegyeztem meg ma, hogy szép. Eljön a feleségem, majd nem csodálom, hogy megjegyezte. Gratulálok az illatválasztásához. Jó, ne, én választottam neki. Jó, csinálta. Leesett az egyik polcról. Az illatot is, meg a nőt is ő választotta. Levertem, azt gondoltam, ki kell fizetni, maradt egy kicsi az üveg. Ez a legjobb választás, igen. Hogyha nem értesz hozzá. Azt olvastam rólad, hogy te már gyerekkorodban is szobrokat szagolgattál. Hú, ez így volt. Mi derül ki egy kőszoborból? Ha valamit nem lenne kedve megszagolni, az egy kőszobor. Hát, oda járnak-e a kutyák. De tényleg? Igen. Tehát aláírom mindegyiket, tehát igazatok van. Hát én ilyen körülbelül 10 éves volt, amikor Afrikába éltem, Észak-Afrikában a szüleimmel, és de elvittek ilyen régi római meg ilyen romokhoz, és akkor azt vettem észre, hogy megvárom, míg a őrteremőr néni kimegy, és akkor én elkezdem szólni a köveket már, és lehetett látni, hogy vagy akkor én gondoltam már, de egyedül voltam mindig az ilyen helyzetekben, nem, valami nincs rendben, és azért, mert a köveknek rendkívül jó illatuk van, és mindegyik más. És nem mindegy, hol szagolod a mesztelennői kőszobrot, más az illata. Na jó, ez csak így volt. Igen. ez elképesztő. És nem volt olyan pillanat, amikor már egy kicsit a szüleid azt érezték, hogy kezd kellemetlen lenni a dolog, és én gondolom, hogy ne szagolgass rá, ezeket a korintoszloszlopokat! Olyan volt, hogy mondtam apának, hogy ez a tej, ez már nem annyira nyelvés, hogy de, megiszolt, és lett ez természetes. Parfumőr, ez tulajdonképpen mit jelent pontosan? Uha, a szokásos poénjaimat nem mondom. Na minden, nekünk új, mert nem beszéltünk még vele. Jó, az új is igaz, még tudod, jöhet. Nevetni fogunk, udvariasak. Nagyon kedvesek vagytok, de az a ti szakmátok. Tehát a parfümőr, hogyha egy nyelvtanak nézzük, akkor az ember, aki vigyáz a WPOP által lefoglalt hamis szállítmányokra, na én nem ezt csinálom, hanem kitalálok illatokat. Kitalálsz illatokat. Így van. Tehát ez hogy zajlik? Megnézed az embert? Nem érdekel, hogy néz ki. Nem érdekel, hogy de megnézem, mert bejön az ajtón, akkor jó, ne véts el azért. Akkor mondd el, hogy hogy zajlik egy ilyen. Aha, bejelentkezik egy ember, nevezzük embernek, mindegy, hogy nő vagy férfi. Azért általában a hölgyek jönnek természetesen, a férfi meg fizet a végén. És amikor találkozunk, akkor nagyon erősen figyelek el, hogy ne nézzem meg, tehát ne érdekeljen az, hogy külsőleg ő milyen ruhában van, milyen sminkben, hogyha hölgyről van szó, milyen ékszerekben, mert azt 5 másodpercet változtatja meg a sztálisztjával és a többi, tehát a kinézetünk az nem annyira szignifikáns ránk nézve, az egy image, az egy kép, amit mutatunk a világ felé. Egy parfümör pedig igazából azzal dolgozik, amilyen te valójában vagy, és amilyen valójában vagy, az nem más, mint a testillatod, azt nem tudod meghazudni, azt nem tudod megcsalni, tehát az te vagy, és nekem azt kell levenni. Ergo, ha jön valaki, nem érdekel, hogy miniszoknyában van, vagy nyakig apácazárdában, nem érdekel, hogy mit akar előadni, nekem mögé kell mennem a kép mögé, és ezt nagyon egyszerűen tudom csinálni.
megszagolom, leveszem a szagi mintázatát. Ő nem érzékeli, mert mi csak beszélgetünk ilyen látszólag odaillő dolgokról, az mind időhúzás és hazugság, valójában én szagolom. És ahogy megszagolom, néha közel megyek, néha távol, tosuk mennyire féltékeny a férj, és ennek megfelelően erre az illatmintázatra kezdek el elképzelni valamit, ami egy láthatatlan, a király új ruhája, és hogyha az megvan a fejembe, akkor elengedem a kezét, ő elmegy, és pedig elkezdek összeállítani egy nem létező vadonatúj esztétikai minőséget, ami majd jó esetben egy év múlva lesz kész, vagy másfél múlva, és ahogy időről időre találkozunk, 2-3 havonta rápróbáljuk bőrre, és megnézzük, hogy amit elképzeltem, az tényleg ő-e, jó irányba megyünk-e, és így működik a dolog. Ez fantasztikus, ez nagyon jól hangzik. Mert hogy te nem azt nyújtod neki, ami szeretne lenni, hanem azt, ami ő valójában. Tehát, hogy mert sok esetben a hölgyek is, meg az urak is olyan illatokat raknak magukra, amilyenné szeretnének válni, vagy amit szeretnének kifelé sugározni. De ez nem biztos, hogy ugyanaz, mint amik ők valójában. Jól fogalmazom, én azt szeretem, ha olyan identikus az illat. Azt szoktam mondani, hogyha Velázquez fest egy portrét egy spanyol infánsnőről, akkor az természetesen nagyon beállított, és nagyon megvan, hogy ő olyan legyen, amilyen az egy udvari királyi portré, de egy jó portréfestő megcsinálja úgy, hogy több száz év múlva mi ránézünk a képre, és a kislány arcából látjuk a jellemét. Na, egy parfümőr is akkor jó, hogyha az elvárásait is, tehát az aktuális élet célja, hogy meghódítsa valamelyik fiút itt a stúdióba, akkor egy kicsit más agyaggalamra lövünk, mintha csak egy ilyen átlag jó érzéses parfümöt keres, de valójában az én dolgom, hogy mindenfajta máz helyett őt találjam meg, és őt valósítsam meg, esetleg még azt is, ami nincs benne. Mármint, hogy még nem élte ki. Szóval mennyi, fura. Mennyit kell beszélgetned, hogy letapogassál valakit orral? Tehát körülbelül mennyi időre van szükséged ahhoz, hogy valakiről kapjál egy képet, amin aztán el tudsz indulni? Általában ilyen egy-kétszer, egy-másfél session töltünk el, ami a munkának, ez a munkafázis. És az anya, hogy ültök, beszélgettek, te néha odalépsz, és valahol egy ponton te megszagolod? Hát ez is lehet, mondom, hogyha férni. Ha engedik. Így van, igen. Ha engedik, tehát hogyha látszott elengedik a parfümőr, akkor közelebb megy természetesen, de ha jó a szélirány, akkor még ez se kell. Tehát azt szoktam mondani, hogy van, hogy belép az ajtón, és megvan, és akár el is engedhetném, de az udvarétlanság lenne. Ja, és akkor még kicsit beszélgetsz. Így van, úgy jobban veszi ki magát, mert sok pénzt elkérünk a végén. Mennyi az ára tényleg? Én ilyen horribilis. Aztán mire szabad parfüm készítés? Valaki mondjuk kitalálja, hogy szeretne magának egy olyan illatot, ami nincs több a világban, ez az ő egyedülálló. Az átlag ára egy ilyen 20-30 ezer eurós összegről beszélgetünk. Azt a mindenit. Hát az tényleg nem olcsó, ez a felső szint luxusa sajnos. Én nagyon szeretnék, én demokratikus valaki vagyok. De nem véletlenül a luxus ipar a legfelső csúcsain születő egyedi termékek. Nem azért azokat meg kell. Igen, főleg az időnket, fizetni. Meg a szellem, a kreatív munkát kell benne megfizetni. Egyszer, tehát hogyha után kell gyártani, az már fajlagosan olcsóbb. Az már olyan, mintha vennél 2-3 parfümöt egyszerre, olyan ár. Egy átlagember hány illatot tud megkülönböztetni, és ehhez képest te mennyit tudsz? Egyszerre, vagy összesen életében? Hát akár mondjuk egyszerre. Azt az előbb mondtam, tehát körülbelül 3-4-5-öt tudsz megszagolni, utána elfáradsz. És akkor azt a nagyon rossz dolgot követed el egy parfümériában, hogy beleszagolsz babkávébe vagy kávéba, ami nagyon rossz, az nem jó, azt mindenkit lebeszélnék róla, mert a kávé egy nagyon erőteljes aromaanyag, több ezer illatos molekula van benne, és ugyanazt teszi, mintha elfáradnánk sok kép vagy mozifilm nézegetésébe, és azt mondanánk, hogy pihenjünk egy picit, majd szembe világítatnánk magunkat stroboszkóppal. Nézzük meg az Avatar. Így van. Hát nem jó. Tehát voltam Párizsban például, ott a legnagyobb parfümboltokban, akik azért ugye értenek nyilván a parfümkészítéshez, ott ők is kávét tesznek. Aha, a legnagyobbak nem biztos, hogy értenek hozzá, a legkisebbek inkább értenek. Tényleg? A pici, jó minőségű régi manufaktúrák, meg a szakmailag független cégek értenek hozzá. Amikkel te találkozol, az a legnagyobb, az gondolom a Champs-Élysées az egyik híres ilyen parfümlánc, ami a világ egyik legnagyobb parfümírja, ha nem a legnagyobb. Na, én ott voltam. Okay, nem mentem kicsi parfüm manufaktúrákba. Jó, legközelebb hogy hova érdemes Párizsban is elmenni. Oda is érdemes, mert fán megnézni egyet, hogy rohanja le a turisták tömkelege a franciák által nyújtott luxus parfümiparnak a public részét, tehát ami a messznek, a tömegeknek szól. De ott az retail tevékenység, az kiskereskedelem, az igazi szakmai szinttől messze van egy ottani sales shadow. Részben hazudok, mert ott szerencsére van olyan, ami Magyarországon hiányzik, hogy a parfüm boltos eladó lányok értenek ahhoz, amit árulnak. Itthon ez még gyakran nincs így, sajnos. Tehát a válaszom az, hogy 4-5-5 szagol meg egy ember és elfárad, akkor ne kávézzon, hanem menjen ki a parfümériából friss levegő idő. Vagy még azt lehet csinálni, hogy saját magadat megszagolod. Tehát, hogy így tehát a sima bőr. A saját bőr az segít így. A másik, én pedig mondom egy ilyen vizsgahelyzetben, tehát egy ilyen szagolunk így
ez mi, haiti vetve, ez mi szicíliai citron 10%, ez mi, és így megyünk egymás után. Száz után leteszem a láncot, és mondom, hogy help, please. De komoly, de durva. És egy már kész parfümöt te szét tudsz bontani? Igen, igen. A parfümőrnek dolga összerakni, tehát hogy nem létezi ilyen esztétikai újdonságot összerakni a semmiből, tehát újat alkotni, vagy gyakran kérnek minket ilyen, hogy csináljunk jó értelemben egy kopit, tehát azt kérjük, hogy legyen olyan parfüm, mint ez vagy az, és akkor lehet, hogy egy gyertyának csinálunk illatot, vagy ilyesmi, és akkor leülök egy speciális szobába, ami még ennél is tisztább levegőjű, ilyen vízszintes rétegzettségbe szívják ki a levegőt belőle, és teszik be az újat, és egyetlen egy illat mintát adnak be, és én azzal ülök, szagolok, és írogatom, hogy mi van benne, és ez jó párszor 20 perc, lehet, hogy 2-3 napot, lehet, hogy több hetet dolgozom rajta, és utána egyre közelebb tudunk menni az eredeti összetételhez. Igen. Nagyon komoly. Van ödözójom is? Nincsen még, illetve egész pontosan van olyan 6 olyan parfüm van, amit lehet kapni a virágon. Nem úgy értem, magadnak. Aha, hogy csináltam-e? Igen. Én a munkám révén sajnos körülbelül 3-4 hetente egyszer vehetek fel parfümöt egy ilyen alkalomra, tehát én legtöbbször nem veszek fel, hogy ne zavarjon az átlag munkámba, és olyankor bármit örömmel felveszek, tehát a teljesen átlagos dolgokra is nagyon nagy kíváncsiság van bennem a világ parfümpiacán, hogy női parfümöt felveszek, bármit kíváncsi vagyok, és persze van olyan, amit én csináltam. És felveszem. Tehát ez kísérletezgetésre, igen, de nem csináltam egy olyat, hogy csak magamnak. Úgy látszik, hogy ilyen altruista vagyok. Vannak ezek a feromon alapú parfümök, amivel azt hitetik el, hogy te befújod magad, és akkor hódítani tudsz, és akkor mit tudom én, a férfi cseppen kettőt jönnek a nők, mert megérzik azt az illatot. Ez kamu, vagy ez létezik? Én abban mosakszom, és semmi. Semmi? Hülyeség? Jó, tehát akkor vegyünk empiriát. Tehát nézzünk egy átlag amerikai háziasszonyt, aki vesz egy olyan parfümöt, amiben egy feromon van. Azt a feromont, az ugye humán feromont, tehát emberi kell, hogy legyen. És ezt képzeljük el, hogy azt mondjuk egy fekete afrikai származású fiatalemberről, mert ő viszonylag olcsó óradéért odaadta a testét, lekaparják róla azt, amit ő kitermelt, és azt belekeverik egy FDA által approved, tehát mindegy a helyi gyógyszerás meg cégek által esetleg engedélyezett termékbe. Képzeljünk el egy amerikai átlag polgárta, hogy ezt megteszi, tehát egy vadidegenből kivont valami. Tehát ez ilyen nincs, tehát ez már itt megbukik ez az egész dolog. A feromon tartalmú parfüm kiváló marketing ötlet, de nincs semmi alap. Nincs semmi valóság. Ne vegyünk ilyet, a hódítani akarunk. Vegyetek. Na, és te... akkor higgyétek azt, hogy jó. Lehet, hogy igen. Ez ilyen így kicsit van. Ilyen placebo hatás. Magamra csöppentem, és akkor wow. Nem, mire. Azt szoktam mondani, hogy minden egyes embernek van egy saját, egyedi, teljesen egyedi testillata, amit egy kutya. De mi az, hogy egyedi? Különböző komponensekből áll össze, hát ugyanazt termelik a mirigyek, ugyanazt esszük nagyjából, tehát hogy nincsenek olyan nagyon nagy különbség, mint parfüm és parfüm között, ahol a világ minden tájékába bele tudsz keverni valamit. Tehát nekem nagyon más illatom vagy szangom van, mint a Janinak, vagy nagyon, a Janinek. Nagyon, tényleg? Gondolj bele, hogyha itt hagyod a pulóveredet, és utána történik itt valami, valaki ellopja az egyik parfümmet, vagy ilyesmi, akkor utána hívunk egy rendőrkutyát, vagy egy jó parfümöt, és az sorba állít titeket, meg minden itt dolgozót, és akkor meg kell mondani, hogy ez apja melyik volt, abszolút meg tudja mondani. Ha meg tudja, akkor teljesen egyedi, akkor ti hasonlítotok egymásra jobban illatban, mert közép-kelet-európai emberek vagyunk, és nagyjából ugyanazt tesszük, nagyjából ugyanúgy mosakszunk, és élünk, és alszunk, és ugyanúgy süt ránk a nap, de hogyha mondjuk eltolnálak téged a eszkimók közé dolgozni, téged meg a etiópok közé, akkor fél év múlva megváltoznának annyira a testillataid, hogy az már szignifikánsabban különbözően, de egy jó kutyának ti egyértelműen azonosítható külön. Olyan, mint az új lenyomat, hogy különböző, tehát ugyanaz, nincs két egyforma testillat, körülbelül így kell elképzelni. Biometrikus azonosító lehetne, hogyha minden reptéren lehetne egy parfümört alkalmazni. De durva. Mondjuk ez nem kell kutya, mert hogyha valit hagy a pulcsiját, ránézek a szabására, megnézem a mintáját, és nem ismerem a márkát, rögtön tudom, hogy ez övé. Igen, a számomra értelmezhetetlen. És sárgulc az irigységre. Ő is a luxus pulóverek kedvelője. Igen. 100 közül állítólag az anyák megismerik a saját gyermek illatát. Azért ez érdekes, tehát erre azért a nők is képesek ilyen jellegű kötődésnél, hogy 100 dolgot megszól, és azt mondja, igen, ő az. Hát meg az első szerelmed illatát, vagy a másodikat, vagy a harmadikat, az is, az, ha beúszik a dunai szélből, akkor így felkapod a fejed. És én szoktam kísérleteket csinálni, tehát játszom a parfüm készítésen kívül sok ilyen szakértői munkát, és van egy olyan, ami a nagyon nagy kedvencem, hogy nagyon idős emberekkel különböző természetes alapanyagokat szagoltatok, tehát mondjuk tengervíz illatot,
tehén is tálóillatot, lóvizeletet, bármit. Na. És azzal előhozom az ő agyukból a gyerekkori, vagy régi-régen. És a kérdésem egyetlen egy dolog, amit mutatok, az bármi, lehet, hogy nem reagál rá, de ha igen, akkor mesélj el, hogy mit érez. És döbbentes élmény, amikor egy 106 éves bácsi elmesél egy élményt, hogy áll a nagypapájának, ez a kedvenc példám, áll a nagypapájának a csizmája mellett, tehenet fejnek Bretagne-ba, és a sajtárba folyik a friss tej, érzi a fa sajtának a szagát, meg a friss meleg tejét, és a nagypapájának a csizmájának a bőrillatát, és ő kisebb, mint a nagypapájának a csizmájának a szára, így néz fel rá, körülbelül 3-4 éves, és a 106 éves a bácsi, akkor röpként 100 évet minimum ugrottunk. És milyen illatot szagoltattál vele, amikor ez eszébe egy jött? Kumarin nevű alapanyagot, ami egy fejek listája, ami például a levendulában van, meg a, hogyha a szénabogjába szeretkeztél már, akkor az az érzés. Hmm. Én csak viszkedtem. Szóval helyes, igen. Az is jó. Semmi nem volt, semmit nem éreztem. Ez itt a Best of Morning Show. Zólyomi Zsolt, az egyetlen magyar parfüm őr, a vendégünk, az egyetlen orra, a magyar orra, a leghíresebb magyar orr, hát mit tudok még mondani. Rengeteg kérdés jön hozzád, úgyhogy kicsit ezekből szemezgetünk, és utána még beszélünk, mert mindhármunkban sok minden van, amit még tudni akarunk rólad, meg hát a szakmáddal kapcsolatban már baromi érdekes dolgokat mondtál el eddig is, hogy mit is csinálsz tulajdonképpen, és tulajdonképpen tényleg egy olyan dologról van szó, amiről keveset tudunk, szóval vannak szakmák, amiket az ember ismer. De hogy én amikor olvastam veled az újságban ezt az interjút, így meglepődtem, hogy wow, milyen keveset tudunk erről a világról, és milyen izgalmas közben, és hogy hány szegmense lehet még a világban olyan dolgoknak, amiről nem nagyon tudunk, és közben emberek csinálják, végzik, és milyen baromi izgalmas lehet róla beszélni. Kérdezik a hallgatók nagyon sokan, hogy a Parfüm című filmnek biztos láttad, hiszen részben rólad szólt. Én csináltam a kép a leírások szakmai lektorálása. Komolyan? Hát nincs több kérdésem. Székért, mindenki térdre. Igen, szóval, hogy van-e valami alapja, igaz-e? Uh-huh. Az egy Patrick Süskind nevű írónak a regényéből készült, és a film is, de a könyv is megdöbbentő egy parfümör számára, mert rendkívül jól elmondja, hogy mit érez egy parfümör az alkotás folyamat közben. Természetesen engem is leláncolnak, hogyha egy megfelelő illatú hölgy megy el arra, mert így nagyon-nagyon kívánom a bőrét felhasználni, és hát otthon ilyen lenyúzott szörfruhának kinéző dolgok lebegnek a szekrényben. Nos, az a része természetesen túlzás, de nagyon-nagyon jól kitálták, és a képi megfogalmazása, hogy az gyönyörű szerintem. Nagyon hihetetlen jó film. Igen, hihetetlen nagyon erős. Tényleg, igen. Kik a legbüdös és a legjobb illatúak, ha lehet így mondani. Nyilván bejártad a világot. Mely az a nép? Ki az a nép? De hogy melyik, azt nem mondom el. Nyugodtan! Hát meg érdekesen fogalmazott egyébként Balázs. Szóval számodra van olyan, hogy büdös? Mm-hmm. Nincs. Vagy tehát számomra informatív illatok vannak, ha ez ilyen logikus kérdés egyébként, de nincs ilyen. A távol-keletiek számára, tehát mondjuk japánok, koreaiak számára, európaiak, akik sok tejet fogyasztanak, ők meg kevésé, az egy fura, ilyen erjedt, ilyen sajtszagú, ilyen pálpusztai feelingek vagyunk számukra, és számukra ez egy kicsit ilyen visszatetszéskeltő. Ők egyébként nem is szeretik az úgynevezett orientális illatokat, hanem sokkal könnyed, ilyen kis csillingelő virágillatok, ilyen könnyű gyümölcs, vagy gyümölcsvirágillatokat szeretnek. De ez csak egy példa, tehát kultúrák között van különbség, de nem lehet mondani, hogy büdös, meg nem büdös, mert akkor nézzétek meg Heidi Klumot, meg Szilt, és akkor hogy jönnek össze, már pedig boldog pár. Tehát ez azt feltételezi, hogy minden, amit az előbb, ahogy előbb befejeztük, minden egyes ember teljesen egyedi illatú, és csak meg kell keresni azt a párt, akinek szereted a testillatát. És a válaszom az, hogy nincsen büdös, meg nem büdös ember. Számomra, parfümör számára pláne nincs, mert amitől büdös, kvázi, az átlagor számára, az számomra nagyon izgalmas, és annyira izgalmas, hogy izgalmasabb, mint amennyire büdös. Tehát engem érdekel, hogy hol járt előző este, mit evett, mikkel lőtte magát, amitől olyan illatú. És az jobban érdekel, és ezért az izgalmas nekem mellett állni és szaglászni. A kedvenc sztorim elmenni, vagy nem szóval, a kedvenc élethelyzetem elmenni egy nagy tömegbe, egy koncertre, vagy színházba, vagy operába, és ott a váró részbe elvegyünk a tömegbe, és érezni, hogy ki mennyire rosszul választ parfümöt, miket csinált, mit evett, mennyire
tagadja a férje előtt, hogy közben a harmadik pályában levőt nézi, és ezek érezhetők, illetve döbbenetes. Jó ide. Ja, mint egy farkas az erdőben olyan ilyenkor nekem. Betegséget megérzel, ha valaki például beteg? Én megérzek, de nálam sokkal jobban megérzik azok a mondjuk természeti népeknek a sámányai, akik erre trenírozott vannak, tehát őknek nincsen más eszközük az erdőben, vagy a dzsungelben, vagy a szavannán, és őnekik természetes az, hogy tudják, hogy hosszú évtizedes tapasztalattal, hogy valamelyik tag a csoportból ilyen vagy olyan szagú, akkor valamilyen mérgező növényt evett, és akkor arra meg ez a büdöske növény lesz jó. De te is mondod valakinek, túlműködik a mája, vagy a vesé, vagy az epéje, azt így meg tudod fejteni? Nem, ennyire nem. Érzem, kicsi pajzsmirigy túltengés, az lehet, mert olyan erjedt mexikói citromillatod van, ami nem lehet máshol. Vannak olyan betegségek és mérgezések, amik nagyon egyértelműek, egy célmérgezést te is ki tudnál szúrni, mert az ilyen nagyon kesőmandula illatú, de ehhez nyilván az a logikai background kellene, hogy kellene legyen az olvasi tudásom. Az részben megvan, mert biológus az egyik diplomám, de csak részben, tehát nem vindikálnám annak a jogot, hogy ezt mondjam, de mondjuk tapasztalt öreg traumatológusok, vagy baleseti, amikor beviszik az embereket, vagy belgyógyászok, meg általában orvosok, biztos vagyok benne, hogy akinek jó óra volt életében, az konkrétan ugyanúgy, mint én, ha én tudom, hogy az a szag ehhez a betegséghez köthető, ő pedig már tapasztalatból érzékel, hogy az ilyen emberek ezzel a korképpel ilyen illatok, akkor ő meg tudja mondani, és abban a pillanatban behozzák az ajtón a beteget, és beszélget vele egy kicsit, akkor ő neki már sejtése van, hogy mi lehet a baj, és akkor egy megerősítő diagnosztika elég. Ez nagyon nagy előny lenne az életben, ha ezt például tudatosan képeznék az orvosokat erre, természetesen azokat, akiknek van megfelelő képessége. Mm-hmm. És mi az, amit még meg tudsz érezni, ami nem konkrét illat, hanem egy jelenség? Tehát erre gondolok, mint például a betegség. Tehát, mm-hmm. hogy például, ha valaki fél, vagy azt a félelmet, azt meg érzed? Igen, de ezt egy kutya is, tehát megérzi rajtam, hogy én inkább elszaladni. De milyen illata van? Tehát hogyan lehet azt definiálni nekünk halandóknak, hogy te megérzed azt, hogy valaki fél, édes, savanyú? Tehát, hogy Sem. Milyen? Nem lehet definiálni. De tudod, hogy fél? Igen, azt egyértelműen tudom. Egy vadidegenről, aki mellett elmegyek az utcán. Nagyon fura. Nekem is fura jelzés elmenni és érezni, hogy ő tart valamitől, de nagyon éppen akkor. Innen már csak egy ugrás, hogy utána menj és megszólítsd, hogy uram, ön fél. Tehát, hogy láttam ilyen filmet, ahol volt egy lány, aki mindent érzett, és oda ment az emberekhez, és elmondta, hogy ha most hazamegy, még rajta kapja a feleségét, hogy együtt van egyébként a vízvezeték szerelő. Na, ilyen indiszkréciókat nem követek el. Olyan indiszkréciókat szoktam elkövetni, hogy oda megyek, és szólok, hogy hát én pánfőnkkel foglalkozom, nem fogom elkérni a mobilszámot, bármennyire jó lány vagy, de azt azért elmondanám, hogy szerintem próbáld ki ezt vagy azt a parfümöt. Tehát, hogyha nagyon nem jól választ, eddig megyek el, egyébként nem vagyok sem jó, sem pszichológus, tehát nem megyek bele mások életébe. Az egy nagyon fontos dolog, hogyha például tartok személyes parfüm tanácsadást, tehát hogyha bejönnek hozzám a showroomba, és akkor mondjuk valaki szeretne választani végre olyat, ami neki jó, és rászánja azt az egy másfél órát az életéből, akkor kifaggatom, megszabláztam, és akkor a létező különleges parfüm közül nálunk ott választok neki. És ennek az a lényege, hogy általában ezek az emberek abban a bizalmi helyzetben úgy beszélnek, mint egy pszichológus vagy egy szexológussal, nagyon olyan titkaikat is elmondják, hogy én ezt nem is tudom. És nem is tudok vele mit kezdeni. Pszichológiai szempontból nem szabad mélyebbre menni. Mélyebben mint az a testillat, uh-huh. aki ő. Ez nagyon jó, hogy mondod, mert hogy többen kérdezik, hogy ugye értelemszerűen 20-30 ezer eurót nem sokan engedhetnek meg maguknak az országban, viszont már létező illatokból választani azért az gondolom egy könnyebb dolog lehet, és hát nagyon sokan mellé nyúlnak. Elmehetnek hozzád akkor tanácsadásra, megmondod nekik, hogy mi jó, mi fekszik, mi nem fekszik, mit tanácsolsz, mit nem tanácsolsz, akkor ez a dolog működik. Igen, azt érteni kell, hogy tehát az én... Na, tehát Magyarországon van egy két ilyen parfüm showroomom a belvárosban, de az arra szolgál, hogy a szerintem legjobb kicsi manufaktúrákat a világban, akik nem a nagy tömegmárkák, hanem ilyen tényleg a ilyen limitált széres adók, azt megmutassa a magyar közönségnek. Ott van egyébként az a néhány parfüm is, amit én csináltam már, úgyhogy kereskedelmi fogalma kapható. De nem ez a lényeg benne, hanem a kultúrmisszió, tehát ha itthon vagyok Magyarországon, akkor nagyon szívesen elfogadok ilyen felkéréseket, hogy valaki bejön erre az egy órára, és akkor segítek neki választani ténylegesen a testillatát is figyelembe véve, meg az aktuális életcéljait, meg ugye az illatpreferenciáit, mert hogyha ő egész gyerekkorában a mamának a hortenzia kertjébe szaglászott, akkor nem a csilis
paprikás parfümöt fogja választani nagy valószínűséggel, mert mindaz az illat, amit ha jól választunk, az arra szolgál, hogy érzelmileg minket biztonságba tegyen, vagy excitementbe, tehát ilyen izgalmas helyzetbe, de az a lényeg, hogy jól érezzem magam benne. Tehát a parfümök, ezek a színes lötyök, amiket hoztam megmutatni, ezek nem kemikáliák, hanem érzelmek, meg emlékek egy palacba zárva. Hmm. És ha az előhoz beved, vagy együttműködik veled, vagy egy szép érzést okoz neked, akkor jó. Na nézzük akkor, miket hoztál. Ezeket gondolom meg kell majd szagolnunk. Hát, ha szeretnétek, szeresen mondjátok hozzá pár érdekesét, hogy hoztam parfümöt is, meg hoztam nem parfümöt is. Melyikkel kezdjük? Mi az, hogy nem parfüm? Nem parfüm. Okay. Mi az, hogy nem parfüm? A nem parfüm az az, hogy a parfümipar egyik legizgalmasabb szegmens a mai világban, az úgynevezett ambiance világa, amikor nem magunkat, a testünket illatosítjuk, hanem mint a régi ókoriak, a környezetünket. És például hoztam olyat, ez egy ilyen bugyi illatosító, ez konkrétan valami jelentőmér, ilyen jogás, meg szakmájúak imádják ezt a dolgot. Ez olyan, hogy ilyen szatén zsákocska, amihez van egy speciális ilyen illatpárna, amit beteszed a tanga bugyidat, nyilván ez hölgyeknek, akit el egy látszik is, hogy ilyen gyönyörű szép, és mellé teszed egy ilyen illatos, és ez ilyen enyhén erotizáló, nagyon kellemes illattal átjárja, belepárolog a fehér neműs szekrénybe, vagy fiókocskába. Uh-huh. Elvonulsz vele egy ötlet? Menjetek fel, légy szíves, minden. A tanga bugyima. Csapda holom bele. Ne, is mi is használunk egyébként ilyet, csak mondjuk ilyen gyógynövény zsákocskákat, meg ilyen levendula illat, meg ilyesmi. Ugyanez és akkor a cél. Kicsi szekhűszek, kicsit tömjén, ilyen nagyon érdekes illata van egyébként. Szekfűszeg van benne? Van, és nagyon jól mondtad, a szekfűszeg az egyértelműen érezhető benne. A szekfűszeget én is érzem. És még mit? Wow, nekem kicsit még a tömjén illata is benne van, olyan, amikor az ember belépett egy templomba, nagyon érdekes. Az jó. Egyik kedvenc parfüm, egy olyan parfüm, olyan, mintha egy ortodox templomba lennék, a ikonosztáznak a szaga bele van varázsolva, nagyon-nagyon jó. Hát, tömjén nagyon szeretem. Az a neve, hogy éjféli vise. Is van benne. Így van. Megkandírozott narancsai, hogyha megszagolod. Na, ez nem ugrott volna be. Döbbenetesen következő, jó. Csajok, Anett. Bugyiba vele. Bugyiba vele, fejénembe vele. Zsül, te is, tedd a boxeralsodba. Gyerekek, döbbenetesen jó illata van. Ezt nem csodálom, hogy szeretik a csajok. Hát azért egy ilyen fejénemet utána felvenni. Meg a fiúk is ezek szerint. Hát igen. Ja. Elszagolgatjuk. Tehát ezek jó nem példák van arra, hogy nem csak a testünket illatosíthatjuk, hanem mondjuk a ruhánkat, mint a középkorban a hölgyek. Bocsánat, figyeld a csajokat, mi rácsaptak a dobozra, azonnal elviszik, igen. Másik, amit hoztam, az szinte egy érdekes dolog, az egy ámbra golyó. Abban az az érdekes, hogy eredetileg az ámbra az egy állati alapanyag volt, a cett halnak a gyomorváladékában. Baromi drága. Ki, és baromi drága volt, de ma már nem használhatjuk, mert elkezdték megölni a bálnákat, értem minden, úgyhogy ebben már ilyen nem igazi ámbra van, de attól még az illat ugyanolyan, ilyen mély, nagyon füstös, erotikus illat, ez meg ilyen hálószobába való játék. Na, aha, és igen. Ez is a pórusainát adja le az illatot. Mérlemen. Nyilván nem mindenkinek ez a kedvence, de például az arab kultúrákban ez a mai napig egy ilyen erotizáló, olyan hárem illatosító dolog. Fú, na milyen a bálna? Hát nagyon finom. Milyen a bálna? Nagyon. Okay. Mondjuk nekem nagyon erős. Nagyon-nagyon erős, nagyon és erős. Nyilván leteszed a szoba sarkába, és mikor most közelről szagod, tehát nem így szagoljuk, hanem így ez csak leadja az illatát. Az az érdekesség benne, hogy egy speciális kristály van benne, ami 2 éven átadja le ezt az illatot. Nagyon jó. Hoppá, és időnként fel kell rázni. Én például használom autóillatosítónak. Na. Anya. Beülnek a csajok, és... Hát onnantól kezdve én csak igen. vezetek. Rögtön a sebváltóba ülnek. Jó, szép. Nagyon finom jó, egyébként. Egy picit gonoszkodunk, de az az igazság, hogy az illatokkal ténylegesen fegyvermódjára lehet bánni, tehát el lehet érni nyilván ilyen nemi dolgokat, és nem a feromonról beszélek, hanem egy jól megválasztott illattal, ami a testillatommal harmonizál, azzal tényleg felspannolhatom az ellenfelet, hogy így mondjam, pláne egy jó táncos estén, ahol az embernek, amit ugye elkezdik nyomni a saját testillatát kifelé, és elkezdik tolni, és így lobogtatni a parfümöt, és ha az jó, akkor az egy nagyon nagy felkiáltójá körülöttünk. Az egyik, a másik pedig, hogy... ezekkel a dolgokkal tényleg a szó nemes értelemben vissza lehet élni, tehát én mondjuk vannak olyan megbízásom, hogy tárgyaláshoz
javasoljak illatot, hogy a következő nap tényleg aláírják már végre azt a 100 000 dolláros szerződést. Júj, de és ezzel lehet élni. És bemegy a csaj, megcsinál az illatot, pasi betekeredik, és bár is. Júj, de szép. Zuzi kérdezi, hogy mennyire igaz az állítás, hogy ha az ember jó parfümöt választ, akkor azt magán nem érzi, csak a környezetének így kell működnie, ennek van valóság alapja, vagy ez egy tévedés? Nem tudom 100%-ig megválaszolni. Igazából a dolog ott bukik meg, hogy az embernek az orra úgy működik, hogy természetes módon egy idő után nem érzi a magán levő illatot, mert megszokja. Aha, az orr egy érzékszerv, nem csak hogy elfárad, még ha nem is fárad el, az orrba az agy azt mondja, hogy oké, ezt már érzem, ezt ismerem, akkor ezt most ne érezzem, hanem jöhessen be friss információt, tehát így le. Ugyanígy, mint a vizuál, minden ingerrel így van. Tehát ez egy természetes dolog, hogy az ember a saját magán levő illatot, amit sokáig érez, azt 10-20-30-50 perc után elkezdi kevéssé érezni, és nem véletlenül ezért szokták túlfújni magukat az emberek, szóval nem érdemes. Uh-huh. Úgyhogy sajnos nem azért, mert az jó neki, hanem ez egy természetes dolog, hogy utána az nap során már csak akkor érzed, ha leveszed a pulóvered, megázod akkor, a hajad, akkor, akkor megint. Hát az nem baj, ha te nem érzed, a reggeli jó érzésed meg volt, frissen elindultál, vagy az esti a partiba elmentél, utána már csak a többieknek kell érezni. Mi van, ha influenzás vagy szabadságra mész? Ez pontosan így van, ilyenkor pihenek. Beteg Szabi, kész, tehát akkor elfárad az orrod, akkor beteg, és akkor nincs meló. De véded valahogy, hát neked ez a munkaeszközöd? Nem, vagy nem csinál nem, semmi különös? Semmi különös. Mondjuk nem agresszíven nem kábítózom, természetesen semennyire se, nem dohányzom, nem fázítom meg magam, de ugyanúgy szörfözök, eszek, iszok minden fűszeres dolgot. Ja. Hányan vagytok a világban, akik parfümőrök? Szerintem 1-2 ezer ember, még azt is beleszámolva, aki India mélyén egy kis faluba keverget valamit. Aha. Tehát egy pár száz, aki ezzel iparszerűen a világban tényleg a nagy cégeknek dolgozik. Szóval kevesen. Hát azt érteni kell, hogy az iskola, amit én elvégeztem ehhez Versailles-ban, az egy nem egy tömegképzés, tehát 12-en végeztünk abba az évbe. Az egész világból. Tehát azért nem sokan. Azt a mindenit. És például az egy ilyen ruhaillatosítót akar venni az ember, vagy egy szobaillatosítót, ez horror drága? Ez megfizethető? Szerintem ez egy nagyságrendileg egy euróból, egyszerűen egy 20 ezer eurós összeg. Tehát 20 ezer euró? Forint. Jó, azért, akkor más összegek között mozgunk azért. Nem, nagyságrendileg. Tehát 20 ezer forint. Jó, akkor most mondok egy érdekes, nyilván most olyan illatokat hoztam, amit nem szagolhatok bárhol, mert az unalmas lett volna behozni, amit ismertek, ráadásul reklámetikailag sem szép arról beszélne, ami akkor nem melyiket preferáljam. Tehát olyan illatokat hoztam, amik úgynevezett nis parfümök. A nis parfümöknek az a lényege, hogy vannak a parfümőrök, dolgoznak reggeltől estig a nagy márkáknak, és egy után megújják, hogy megmondják nekik, hogy olyan legyen a parfüm, mint amilyen tavaly volt a legtöbbet eladott. Uh-huh. És ezért a parfümipar eléggé nem kreatív mostanában a nagy márkákat tekintve, vagy az ismert tömegmárkákat tekintve. A kis különleges márkákat meg nem érdekli, ez szerencsére nem kell nekik egy akkora forgalmat generálniuk. És pici manufaktúrák van, itt hoztam olyat, amelyik, mit tudom. Nem mutass egyet, megszagolj. Férfi, női parfüm, milyen? Ezeknek a nis parfümöknek, tehát a különleges kis manufaktúráknak az illatainak az a lényege, hogy nincs eldöntve, nincs ráírva legtöbbször, hogy férfi vagy női, mert az egyedi testillatot dönti el, és a személyiséget, hogy jó-e neked vagy nem. Mutatok egy nagyon érdekes illatot, amire kíváncsi vagyok, hogy mennyire vagytok alkoholisták. Akkor nekem mutasd. Rendben. Igen, az a Ferié lesz. Tessék, és adjátok, légy szíves tovább, hogy milyen alkohol ez. Ez ánis. Így van. Tehát egyébként igen. Ánis. Rengeteg abszintot ittam régen. Húzó abszint megvan. Adjátok, hogy nagyon kéri. Adjátok az alkoholt. Jól mondjuk egyébként? Így van, nagyon jól mondjátok. Ez konkrétan egy pasztisz, vagy úzó, vagy ánis likőrnek a parfümevő megfogalmazása, ami döbbenetesen izgalmas dolog. Szuperság, ilyet nem érzel az átlag parfümekben. Ez például egy olasz manufaktúra csinálja. Akkor maradjunk a szeszeknél, adok egy másik dolgot. Mert a parfümiparnak ez a kis szegmense, amiben ilyen különlegességet árulnak, és nem költenek erre bődeles pénzt reklámra, és ezért ugyanolyan áron tudják adni, tehát ilyen 20-30 ezer fontos összegek ezek, amiket hoztam, mint amennyibe egy normál parfüm kerül, mert nem költenek reklámra. De ezt nem is ismeri mindenki. Ezek a kis gurmand dolgok, amiket nem lehet megvenni, csak egy kis szakból. Ez valami olyan tömény, ami vagy vodka, vagy pálinka, tehát hogy ez valami komoly alkohol százalék. Add oda neki a kupakot, légy szíves, és abban még jobban lehet majd szabolni. Add a Ferinek. Feri megmondja. Elgyalogatom. Egyébként vicceltek, de amikor parfümbemutatót tartok, és így kifújkálok jó sok illatot, akkor utána én aznap már nem ülhetek autóba, mert leköröz engem a yard, és belefújok, akkor a szárnyákártyán a parfümökben levő alkohol felszívódik. Ez... És egy cseppet sem ittam, és elkapnak. Ez amit a rum vagy az unikum. Az jó felé tehát, megyünk. Tehát valamilyen gyógynövényes, ilyen kicsit ilyen olyan, mint a...
az biztos, hogy unikum jellegű, valami gyógynövényes történet. Tehát növényes és a rum nekem, nagyon jó. Nem igaz, hogy nem ittál, mert mindenki ivatnál, csak azért érdekes, mert az orratok nem így működik, tehát ha parfümöt mutatnék, ilyen egyszerű illatot, hogy citrom, akkor egyből tudnátok. De mivel olyat mutatok, amit nem parfümiparból ismertek, hanem egy másik helyről, gurmand helyekről, ezért nem kapcsoltok egyből, pedig ha kimondom, egyből fogják tudni, ez egy konyak illat. Konyak. Így van, akartad mondani a nyelvemet, és ez láttam a lényeg. Láttam azért, hogy tömény, hogy látszom rajta. Tudtam. Ez egy 13. század óta konyakot készítő cégnek, tehát 1270 óta konyakot készítő cégnek az illat, és gyönyörű szépen megfogalmazták a tölgyfahordóban érő ilyen gyümölcsösséget, meg a mazsolásodó öreg konyakot. Nagyon szép. Én ezt egy idősebb emberen tudom például elképzelni. Valahogy nekem az, ez nem egy fiatalos télen illat. Fás illat, így van. Igen. Tehát nem más illat. Oké, hadszoljon. Akkor játsszunk még. Mutatok egy olyat, amit én csináltam. Az egy saját kreáció? Igen, ezt én csináltam egy svájci-amerikai cég. Férfi, női? Elvileg rá van írva, hogy men, de ezt például Amerikában több nő veszi meg, mint férfi. Tehát ez is mutatja, hogy a kreativitás és a marketing az két külön csapáson megy néha. Na, megmondhatjuk? Tehát mindent kitalálhatok? Le is szólhatjátok, mindent mondhatok. Istenem, az de jó illat. Wow. Oké, ez egy adom a borítékot. Ez egy kicsit fűszeres, de elsősorban egyébként számomra inkább nőies illatnak tűnő illatanyag. Egyébként az összetevőket ebből nem tudom megmondani, még az alkoholt. Nem az a lényeg, hanem az érzet, zseniális, hogy milyen. Zseniális egyébként. Mélysége van az illatnak. Biztos vagyok, hogy ebben van valamilyen virág. Valamilyen virágillat. Ez így van. Mert ez természetes illat, tehát hogy ez nem egy ilyen... Ja, nem, nagyon nem, sok természetes gyümölcs. Nem konyak, meg ilyesmi. Szerintem van benne gyöngyvirág. Ez így van, hihetetlen jó vagy. Gyöngyvirág akkordot tettem bele, gratuláció. Nagyon jó. Nagyon a 13. parfümőr. Így van. A 12. Versailles-ból. Isten éltessen, második az orr. Az új magyar master. Az orr, yeah. Na, ez ügyes. Mondasz még összetevőket, mint volt az a citrom, amit mondta, csak ilyen különlegesebbeket, okay. Hogy a ebbe, világ minden tájára. Ebbe grapefruitot tettem. Uh-huh. Nagyon jó minőségű grapefruitot. Egy kis cédrusfát. A cédrus az hideg fa, az ilyen kicsit ilyen jeges, mint hogyha jégkockákat tennél magadra, meg van benne egy kalon nevű nagyon érdekes alapanyag, ami a tengervíznek az illatát adja le. Többenet. És ülsz egy üres szobába, nézel magad elé, és akkor egy hét, két hét, egy hét, nem tudom mennyi, és akkor csak így beugrik egy kis tengervíz, kis kalon, kis cédrus, és akkor megvan az illat. Tehát igen, és egy álmodik az ember? Pontosan így van. Tehát most mutatok egy illatot, amit francia parfümőr lány csinált úgy, hogy elment Róma mellett egy kertbe, leült, és azt mondta, hogy annyira tetszik az illat, hazament a nyaralás után, és szerette volna emlékbe magának. És összetette, és megkomponálta van, azt az illatot? Megcsinálta, hogy Mediterrán kert Róma mellett. Ez gyönyörű szép. És egyébként tényleg. És tényleg ez. És fügefaliget van benne. Tényleg. A citrusfélék, a píneák, minden benne kicsit van. Kicsit a fának, kicsit a fűnek, egyetlen, kicsit a levegőnek a fű az illata. Nagyon jó, így van, tehát ezt úgy hívjuk, hogy freskát, grász, frissen vágott fű. Így van, így van, érezni benne szagol, meg pedig zseniális. Tényleg olyan, mint amikor kiülsz egy ilyen mediterrán országba, egy kertbe, mint kávézol, teázol, beszélgetsz hajnalig, és közben ezt az illatot érzed, és a kabócák meg kicsit ott még így kavírnyászak a fákon. Nagyon jó. Hú, hát nagyon érdekes volt, és számos kérdésünk lenne még. Én azt gondolom, hogy ha valaki beüti a nevedet, akkor téged megtalál, úgy, hogy hova kell menni, tanácsadás a boltban. Rengetegen kérdezik, hol a boltot, belváros, nyilván nem mondhatjuk, de... Nem mondhatjuk, így van. De mi a honlapot föl tudjuk tenni a mi honlapunkra. Jó, a morningshow.hu-ra a te elérhetőségedet, mert nagyon sokan mennének, vásárolnának, érdeklődnének, tanácsadást. Látjuk az SMS-ekből, hogy rengetegen mennének hozzá. Ha nem is egyéni parfüm kreációt csináltatni 20-30 ezer euróért, de kisebb tanácsadás. Megfelelő banki konstrukcióval, biztos, hogy megold. Igen. Az milyen, hogy hiteltörlesztő részletet fizet a saját parfümödre, nem? Melyik bank adja rá? Nem luxus beruházás, egyáltalán nem. Igen, de ez egy olyan dolog szerintem, amire ha az embernek lenne pénze, szerintem megcsinálná, ugye? Tehát ez van egy saját illatod, ami a tiéd, ami rád lett kifejlesztve, ami mindig örök érvényű lesz, nem hangulattól, időjárástól függ, az a te illatod, az miattad működik, a saját szagot generálja, ez szinte nem is luxus. Én megértem, hogy mondjuk Hollywoodban ezt megcsinálják maguknak. Megtehetik, és egy jó, exkluzív dolog. Nagyon és olyan nincs másnak, nem jön veled szembe. Igen. Ahogy én kit elnézem, ez a beszélgetés neked így is nagyon sokba fog kerülni. Igen, a öttárból négyet már el. Igen. csúnya dolgok lesznek. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt
a Best of Morning Show. Milyen nagy csodákra képes a természet. Egy delfin megtanult angolul. Tessék? Bálna. És nem mindegy. Hát nekem aztán mindegy. Milyen a zsiráf lenne, jobb lenne? Hát nem, most, bálna. Ja, tényleg a delfin nem beszél, csak a bálna. Hát nem, tök mindegy, a lényeg, hogy beszél. Hát most, mi? Ha egy sisakos kazuár szól a meg mindegy. Angolul. Hát nem, vagy egy sejmes durbincs, nem mindegy. Hát most, az hát, nem delfin, az bálna. Jó, ha bálna, az úgy egész más. Egyébként meg egyébként delfin, te, egyébként egy fehér delfin. Egyébként meg igazad van, végül is tök mindegy. Nem. Hát most miért lenne egy beszélő delfin izgalmasabb, mint mondjuk egy beszélő bálna? Hát na, hát most kösz. Ezt akarom én is elmondani. Na, meg parancsol. Akarom neked mutatni, hogy milyen hangot ad. Kihallasz-e ebből valamit, vagy a tudósok megint túlképzelik? Megint túlíták a sztori. Ez egy beluga bálna egyébként. Beluga bálna. Egy beluga bálna. Belőle származik a beluga kaviár? Nem. Ja, nem. Jó van. Nem. Nem, bocs, meg rokkos akartam lenni. Igen. Na. A hír úgy szól, hogy... De én már ráfűztem. Jó, most csak keresem, nyugodj. Vagy a te hangodon beszél. Igen, hallgass, hogy tudja utánozni a Balázs hangja. 0630-645-00-00. Hát ez nagyon okos kis állat. Te cuki, mondjon már még valamit. És ezt mind a Hawaii-szigeteken, hallod? Figyelj, megint most elindítom, már nyomok egy plégomot. Ezt te voltál, vagy mert becsuknál szemem? De tudja a Jani hangját is utánozni. Figyelj, most utánozza a Jani hangját. Sziasztok, Jani vagyok. Kísértetesen emlékeztet a hangom, ugye, az igazira. Okos kis állat vagyok, nem? Passzus, tényleg! Hát zseniális! Megőrülök. Hihetetlen. Hallgass meg, hogy most ezt a tudósok magyarázzák túl, vagy tényleg angolul beszél a delfin. Mert ez most nem az én hangom. Ja, ez most nem te volt. Ez most én vagyok. Vagy te voltál. Figyelj. Jó, figyelj. Azt mondja, hogy... Mondjon már valamit, meg tök minden. De nem az a lényeg. Figyelj, ha röfögni fog nekem, az is mondja, most már kíváncsi vagyok. Azt mondja angolul, hogy gyere ki a vízből. Tehát ezt kell angolul hallanod. De get out, így mondja. Ja, igen, nem. Azt hittem, hogy come on, let's go out the water. De ha ezt mondja, akkor is meg leszek egyébként etetve. Na, én már akkor is. Oké. Okay. Elégedett leszek. Na, oké. Oké, tolja. Get out of the water, így szóval. Jó, figyelj, csak hogy mit... De muszáj hallanod, hogy mit keresi, nem fogja azt mondani magyarul. Figyelj. Okay. Nem azt mondta, hogy imádom a csavab csicsát. Én tökre azt értettem bele. A tudomány örjön. A tudomány azt mondja, hogy végre egy delfin bebizonyított, hogy tud beszélni. Ezért akartam, hogy minden, akkor bálna. De várjál még egyszer, mert most egyelőre még tényleg, én egy csípős szószt is kérek a kebabomra. Get out of the water, ezt kell hallanod, figyelj. Szerintem. Nem lehet, hogy csak megjött a Lacinak szorulása van. Lacikám, több rostosat, Lacikám. Nekem kicsit olyan, mint hogy Ricsi Szambora megint belenne nyomva, mint az állat, és nem tudná Leaving on a Prayernek az elejét elmondani. Figyelj, a tudósok és a tudomány egyszer meg van őrülve a hír kapcsán, hogy végre emberhangot utánoz, és bebizonyították, hogy milyen okosak, milyen intelligensek, és a buvárok napokon keresztül azt hitték, hogy valaki szórakozik velük, ugyanis a víz alatt nehezen érthető ez a mondat. És kimentek a vízből. És aztán visszamentek. Nem, most már légy szíves, csináltok ezt, nem tudom ki szórakozik, de mennyire anyába. Nem mentek ki a vízből, csak ezt hallották napokig. Na. És ekkor megfejtették, hogy ez a bálna, vagy delfin... Fordulj meg! Beszél! Fordulj meg! De várjál, ez nem egy bálna, ez a turini remete, Kossuth Lajos. Az elveszett Viaszenger, megtaláltuk. Azt mondják a tudósok, hogy állítólag puszta szórakozásból és kíváncsiságból próbálja utánozni a körülötte dolgozó emberek hangját. És ugyan a hangképző szerv gyökeresen eltér az emberétől, mégis képes volt ezt megtanulni. Érted? De ez azt jelenti, hogy ott valaki a vízben folyamatosan mondogatta a buvároknak, hogy gyertek ki a vízből évekig, és ezt a bálna hallotta, és ezt tanulta meg?
Jó, hát itt kicsit öblít egyet. Na mit szólsz, boldog vagy? Ez a Kossuth. Ez Kossuth, ugye? Ez az eredeti. Igen. Hát ez Kossuth. Hát gyakorlatilag én nem érzek különbséget a kettő között, pedig ő most azt mondja, hogy a világ bírája történelem fog e kérdésre felelni. Nem lehet. Az a baj, nem vagy még kész erre, nem vagy még kész a tudományra. Nem, minden kritikával, meg. Nem is tudom, mivel illetsz. Ez a bár de valószínűleg az lehet, hogy nem beszélek angolul. Valami olyat találtam, gyerekek, ami azt gondolom, hogy a ti meggyőződéseteket, a ti világba vetett ideáitokat és mindent megdönt, a rossz dolgokkal leszámol, és egy újfajta világnézetet indít el bennetek. Lehúzzam a zenét? Nem, maradhat, most még jelen pillanatban nem, majd ha megmutatom, mit találtam, akkor kell, mert nagyon-nagyon fontos, amit mutatok nektek. Szerintem elgondolkoztok ezek után. Az élet valódi értelmén, a ti létetek értelmén, és a mi érteken, ami mindenkit bánt, mindenkit nyomaszt, és mindenki gondolkodik rajta. Egyfajta világszenzáció. Nem kapunk többet céges BKV bérletet? Így van! Bele trafáltál. Mutatok nektek egy hangzást, amit az óceán mélyén találtak, és mindez idáig nem tudják megmondani, hogy mi volt. Döbbenetes, amit hallani fogtok. Döbbenetes. Ez arról szól, hogy ez egy audio jelenség, és ultra alacsony frekvencián indul, majd egy percig folyamatosan ismétlődik, és emelkedik a frekvencia szám. Teljesen egyedi ez a hang, és nem tudják megmagyarázni, hogy honnan jön. De nyugtass meg, te tudod? Nem. De van egy komoly hallgatói bázisunk, akikkel meg tudjuk fejteni. Én szeretném ezt komolyan venni, szeretném komolyan megfejteni, ha meghalljátok a hangot, ti sem tudjátok máshogy megcsinálni, csak komolyan. Ami megdöbbentő, hogy 5000 kilométeres távolságból is érezték és érzékelték ezeket a hanghullámokat, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szám. 5000 kilométer. Hát azt gondoljuk el, ugye, az írtózatosan sok, ha egy hangról van szó. Tehát volt valahol hangforrása, azt megállapították, hogy hol van, és onnan 5000 kilométerre is érzékelték, és hallhatták ezeket a hangokat. De nem tudják, hogy mi ez. Kíváncsiak vagytok erre a hangra? Hát én mindenképpen kíváncsi vagyok rá, hogy mi lehet ez. Ha mondjuk ezek a bizonyos hangok mondjuk egy rosszul záródó búváruhából származnak, akkor azt felé felismerik. De hát nem tudom, hogy elhaladszik-e 5000 kilométerre. Kezdetben mondták, hogy valamilyen állat, hogy óriás polip, vagy bálna, vagy delfi lehet, de azt mondják a tudósok, hogy még a kék bálna sem képes ekkora több ezer kilométert átívelő hangot kiadni, amit egyszerűen lehet hallani. Aztán óriás tinta hal. Tehát mondtak mindent igazából, megpróbálták megmagyarázni, de nem tudják, hogy mi ez. Még a lábas fejűek fajánál is van valami olyan állat, ott lent sok-sok kilométer mélyen, ami állítólag adhat ilyen hangot. De nem tudják, hogy mi. Lehet, hogy egy fazékfejű. De figyelj, nem, szerintem a lábasfejű jobb. Figyelj, 5000 kilométer egybefüggő víztömeg, az most, bocsánat, a hülyeséget kérdezek, de úgy van, hogy mondjuk szélességi körön számol? Szélességi körön nincs. Na, azért. De hosszúságim van. Tehát, hogyha mondjuk a Grönlandnál valahol elkezd egy bálna dűrögni, mint itt van. Dűrögni? Most még azt gondolod dűrögés. Most még megvetés van a hangban. A rémület, a tanácstalanság, és nem is tudom, a halálfélelem lesz a hangodban, ha meghallod ezt a hangot. Uh-huh. Be fogtok pisilni a félelemtől. Hogy mi lehet ez? Hát hagyd ne mondjam egyébként, hogy nyilván ugye azért tudjuk, hogy különböző óceánokban és mindenhova azért föld alatti lények erőszeretetten szállnak le föl. Jézus. Figyelj csak, ha 5000 kilométerre, kilométerre még lehet hallani, akkor az milyen hangos lehetett ott, ahol szólt? Ott szem nem maradt szárazon, Feri. És fül? Semmi nem maradt szárazon. Annyi lábas fejű károsodod. Hallásilag. Senked válnák mindenhol. Akarjátok-e? Felkészültetek arra, hogy befogadjátok ezt a hangot, hogy meghalljátok az emberiség legnagyobb rejtélyét, ami foglalkoztatja a NASA-t, ami foglalkoztat mindenkit jelen pillanatban. Egyébként azt tudni kell, hogy sok-sok évvel ezelőtt rögzítették, de annyira megrémültek attól, amit rögzítettek, hogy nem merték nyilvánosságra hozni. Ezt jó néhány éve, mert a 90-es évek végén rögzítették ezt a hangot, és mindez idáig elemezgették, de nem tudták megmondani, hogy mi. 97 nyarán többször észlelték Dél-Amerika délnyugati partjainál. Évekig tartott, amíg lehalt. Egyáltalán emberi fú számára alattul legyen. Komoly műszerekkel azt a dolgoknak, hogy mutassák meg ezt a nyilvánosságnak.
percekig ismétlődött ez a hang, és már nagyon unták. Baromira unták, elmentek, ettek egy sonkás szenyát, visszajöttek még mindig, és azóta soha többet nem ismétlődött meg. És vannak olyan tudósok, akik abban a pillanatban, hogy meghallották ezt a hangot, arra szakosodtak, hogy újra valahol a világ valamelyik pontján rögzítsenek ilyet. Ez azóta nem sikerült, 1997 óta nem tudták újra lokalizálni, sem rögzíteni ezt a hangot. Még a világűrből se jön? Sehonnan nem jön többet ilyen hang. De az nem lehet, felkészültetek arra, hogy meghallgassák. Hogy ez az utolsó Kraken halálhörgése volt? Én nem tudom, mi lehetett, hát nyilván azért dobom be, hogy hallgatóink szellemesebbnél szellemesebb SMS-ekkel próbálják majd megfejteni a hang eredetét. De ha kicsit megint komolyan vesszük és idézőjelbe tesszük ezt a nevetést, amit nyilván azért mi produkálunk, hogy kiröhögjük ezt az egészet, érdemes rajta elgondolkozni, hogy ez most megint mi a fene, gyerekek? Tehát megint adnak valamit, amit se nem tudnak megmagyarázni, se nem tudnak hova tenni. Na jó. Hát kedves hallgató, hát eljött a pillanat. Készüljön fel mindenki a legdurvábbra, amit valaha is hallotta, az úton lévők, azok most álljanak le valahol, akik állnak, induljanak. Igen. Megmutatom. Na figyelj. Megmutatom. Ez volt maga a hang. Ez? Ja. Erőrögjél tényleg. Ja, bocsánat. Van még ebben a pukiban? Ez már a hang? Hát hallottam már ilyen. Csak nagy kedvízbe fürödtél. Igen. Soha tűnt. Jön még egyszer. Jön már, figyelj. Itt már nagyon mulattam. De szemét vagy. Csak nálad sűrűbe jönnek. Ja, megy, hallgassak. Ott van. Hát én befostam, ez nagyon durva. Figyelj, hallgass, figyelj, ha idegrálsz, megőrülök. A légkondi mi? Morog. Ez eddig nem volt. Mi ez? A gyomrom. Hűtje ajtónyitás. Várjál. És már nem bújt a légkond. Már nem. Nagyon durva. Nagyon szar ez. Nagyon félek. A vízből, gyerekek, így nagy kemosz lesz. Feri, te most old le a natrák. Hát, holtam, te. Ha megfogod a senkel, akkor nem fogok ennyire félni. Hát ez a hang. Azt én mondtam, hogy bepisiltek. Hát ezt én mondtam, hogy meg fogtok őrülni. Mi a fene? Semmi értelme semminek. Kész, hagyjátok abba, tegyétek le, menjen mindenki haza, és várjuk meg, amíg ez a valami kijön a vízből. Gyerekek, ez hát most már értem, miért dugtál el. Hát ez a kutyát nem érdekel. Most jön fel. Itt vagyunk a 21. században, tudomány, és azt gondoljuk, hogy mindenre tudjuk a magyarázatot, nem? És közben pedig egyébként, ugye, hát itt van egy hang, aminek nem tudjuk az eredetét, és ez itt történt a Földön, és 5000 kilométerre a hangtól is be tudták ezt mérni, vagyis azt meg tudták mondani, hogy honnan jön. De nem tudják, hogy mi ez, és nem, nincs olyan állat, ami ilyen hangot kiad, és erre sem technikai gép, se óceánjáró, se tenger alattjáró, se bomba, se torpedó, semmi nem képes erre. Hát de a mi pultunk is szokott zúgni, és a műszaki igazgatók szintén nem tudja, hogy mi lehet az. Ő is többször beszélt már a NASA-val, hogy mi lehet ez. Na, Fási Zsülike duzzog a víz alatt. Akkor szabaduljon el a pokol, jöjjenek a hallgatói SMS-ek. Ez Pákó Gyomra egy pacal pörkölt után, írja D. Bin Laden volt az óceán mélyéről, és üvölt, hogy nem haltam meg. Aztán Godzilla ébredezik. Én tudom, ez Alekosz volt fél év után. Ez nagyfater Simpson motoros vízibiciklije. Hülyék, ez nem lehet lábasfejű, mert annak mélyebb a hangja. Ez egy serpenyőfejű volt, írja Balázs. Aztán leszállt egy UFO, az is lehet. Jersey a víz alatt szellent, ez a szagelszívó hangja. Szerintem orosz kém tenger alatt járó, írja egy hallgató egy kicsit komolyabban, valamint ez egy motorcsónak. Aztán Chuck Norris pukizott egyet, valószínű, hogy ez lehet. Ez a hang a bukott visszatérését jelenti. Minek? Magam sem értem. Az antikrisztusé. Igen. Basszus, ez az anyósom, aki részegen próbál kereokizni. Üdv Sanya.
Aztán, most jöttem a vizsgáról, erre horrort nyomtok? Keradi kérdezi tőlünk. Ez Vili bácsi haláltusája. Elütött egy jetski. Gyerekek, lenyelte egy bána a mikrofont. Aztán, Tomb Raider 1-8-as pálya. Némó kapitány pukizik. Én gondoltam, hogy a hallgatókra bízzuk ennek megválaszolása, gyerekek okosabbat mondanak, mint a NASA. Nem is várok rá nagyon magyarázatot. Nem kell ezt megmagyarázni. Csak szerettem volna. Miru bácsi visszatért. Ide Robi. Milyen? Kedvenc hősöd. Kedvenc hősöd Miru bácsi. Hát ezt imádtam, azt a történetet. Miru bácsi újra itt van. Igen. Imádom a hallgatóikat, hogy ezt egyre komolyan tudják. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.